uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 4 perc múlva lesz 4:07. Jó reggelt, szevasztok! Hétfő van, János és Ferenc pedig itt van nektek és veletek. Sziasztok, jó reggelt kívánunk! A mi Balázsunk a szerdán érkezik legközelebb, de 2 napot még mi együtt fogunk kitölteni. És természetesen a hétfőn is, meg a kedden is lesz majd, ma is, meg holnap is vendégműsorvezetőnk. Művész vendégünk, ma mondhatjuk, hogy művész, mert egy, annyit áruljunk, ne? Annyit se? Á, most. Akkor senkinek legyen meglepetés, annak is inkább, mert ő szerintem még élő adásban volt már nálunk vendégként talán egyszer, de inkább csak itt telefonon keresztül szoktunk vele kommunikálni, de hogy végigtolt volna velünk hosszú-hosszú órákat, olyan biztos, hogy nem volt. Valószínűleg ennek az az oka, hogy nem hiszünk abban, hogy kibírunk vele 3 órát. De most bizonyítékot adhatom, hogy igen. Igen, elvettem a reményt, úristen. Nem, nagyon jó lesz egyébként, mert egy hihetetlen jó arcról van szó, de majd ez természetesen 7 óra után ki fog örülni. Na, hogy telt a hétvége? Remekül. Remekül a szakadó esőben. Mi van veled, és te? Te hogy vagy? Na, mi volt szakadó esőben? Hát szombaton? Szombat szakadó eső volt, mondjuk én melóztam, úgyhogy a család meg megoldotta. De nyugtass meg, hogy szabad téren. Igen, de sátorban. Az jó, mert azért jó, mert befülled. Tudod, tehát 3000 ember van egy ilyen marhanagy sátorban, az befülled és megörülsz. Tegnap viszont nagyon-nagyon jó idő volt. Kihirdettük a sajtverseny végeredményét. Ezt mondtam neked, hogy vagyok sajtversenyen. A magyar emberek a sok külföldi sajt, a Lajtára szavaztak. Király, király. Beszélgetünk mi erről, és én azt mondtam, hogy a Lajtába érzek potenciált. Nem, hogy én nagyon értenék a sajtokhoz, de az egy olyan, de szeretem, így van, és hát ráadásul ismerem is ezeket a fajtákat, és a Lajtának van egy olyan jellegzetes, markáns íze, ami meg tudja különböztetni a standard magyar sajtoktól. És ez jó, ez nagyon szép. Úgyhogy ez örülök, hajrá Lajta! Hajrá, hajrá, aztán meg kirándulás a városban a gyerekekkel, olyat láttam, mert nem hiszitek el. Na. Van a Pozsonyi út, vagy utca, nem tudom, ebben nem vagyok biztosan, megváltozott a forgalmi rend, van egy oldalról becsatlakozó utca, eddig az, vagy hát most már szem egy éve vagy kettő megváltozott, eddig úgy volt a rend, hogyha a Pozsonyit mentél egyenesen, akkor elsőbséged volt, stoptád le a becsatlakozó utcában. Most kitalálták, hogy a becsatlakozó utcából a Pozsonyira, ha balra kanyarodsz, az a fő útvonal, mert ott jár, egy troli, és akkor neki adjanak elsőbséget. Na, ezen a fő útvonalon jött egy nagyméretű Mercedes terepjáró, egy ezüst színűvel, és neki balról, hát a szabályt áthágva, a stopptáblát nem figyelembe véve, egy régi, azt hiszem Ford keresztül ment elő. Tehát elnézte a csávó, vagy rutinból ment, ugye 3 évvel ezelőtt arra járt, és akkor még neki volt elsősége, vagy nézelődött, nem vette észre a stopptáblát. A terepjárós emberünknek nagyon csúnyán be kellett fékeznie, és jogos volt a felháborodása, teszem hozzá, de a következő történt, a csávó észre se vette, hogy ő hibázott. Aki nem állt meg, ment tovább egyenesen. A terepjáros balra fordult volna, de miután ez tovább ment ez az arc, jobbra befordult 1000 gázzal, leszorította a csávót az útról, és megálltak és üvöltöztek. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy ha már megúsztam a balesetet, igen, tehát nem mentem bele ebbe a szerencsétlen. Akkor miért csinálok még egy olyan szituációt, amiből szintén lehet egy nagyon komoly baleset? Meg tehát miért kezdek el üldözni a belvárosban, miért kezdek el leszorítani? Mi aztán tovább mentünk az autóval, mert én nem vagyok hajlandó ilyenekbe beszállni, tehát igazságosztó nem tudok lenni, meg nem is akarok, nem is kell szerintem. De hogy megúsztál egy balesetet, mert ügyes vagy, ez volt a terepjárós emberünk, mert belefékezett a dologba. Elment előtte ez a másik autó, aki láthatóan észre se vette, hogy stopptábla van, és tényleg hülye. Tehát lehet, hogy szólni kell neki, de nem így. Érted? Én azt mondtam volna, hogy uram, köszönöm, hogy nem mentem bele ebbe a csávóba, nem törtem össze 2 autót, nem kell járnom a izére, tudod, a biztosítóhoz, nem kell papírt, menjél, te szerencsétlen, ha legközelebb figyelj. Most lehet, hogy csak ennyit mondott neki, hogy kedves uram, ön hibázott, nem állt meg a stop, bár ezt kötve hiszem, hogy igen, ilyen hangben, odáig haladsz. Igen, mert odáig haladszott az ordítás, de így nem akartam elhinni. Ja, miért nem engeded el? Nem? Hát örüljél, hogy neked semmi bajod, autódnak semmi baja, és ment utána, a szegény nem is értette valószínűleg, hogy mi történik, bevágott, azt hiszem jobbról megelőzte, bevágott elé keresztbe, állt az egész út, kiszállt, üvöltött. Rögtön közügy lett a magánügyből. Igen, igen. Így van, és akkor néhányan biztos ott szurkoltak, hogy üsd meg, adjál neki, ez milyen hülye volt. De jó, hogy nem voltam benne a városban egész hétvégén. Úgyhogy ennyi. Na. Mert mi van veled, hol hát, voltál? Jaj, köszönöm szépen a kérdésed. Hát először is egy nagyon picit visszatérve a paksi kitelepülésünkre, én megmondom őszintén, hogy be voltam ettől a zsongó, ettől az egész élménytől
mind a hétvégén mindenki napján, szombaton, vasárnap, és de még ma reggel is, amikor jöttem be, arra gondoltam, hogy basszus, de jó, hogy elmentünk, de jól éreztük ott magunkat, hogy mennyire rendben volt a város, hogy mennyire rendezett volt, mennyire tiszta volt, szállásunk is marha jó volt, nagyon jó sikerült szerintem maga a műsor is, az, hogy Kovács Antival találkozhattam, az nekem egy életre szóló élmény volt, azt már nagyon régóta beszerettem volna pótolni, mert gyakorlatilag Barcelona volt, ahol ő az egyik ilyen idolom volt. Nagyon jó fej volt, ők mint vendéglátók megint csillagos ötösre minősítették saját magukat, vagy vizsgáztak. Fia, nagyon rendben volt az egész. Tehát, hogy tök jó volt. Tényleg. És neki is egyébként életre szóló élmény volt a velünk való találkozás, mert végre megint egy alfába ülhetett. Ja, igen, automat. Mert hogy kiderült róla, ezt nem tudom, hogy adásban beszéltünk mondta róla, de hogy ő egy iszonyatos nagy alfa fan volt. Hát, mindegy, hát nem lehet tökéletes. Igen, mindent ő se tudhat, hát jó. Így, ez van, de hogy így egyébként az egész szerintem annyira komplet volt, annyira működött, annyira jó volt, hogy tök jó volt. Szombaton gondoltam ugyan rájuk, egy kicsit így sajnálkozom, meg egy picit így féltve őket, hogy ők sem úszták meg az esős időt, mert ugye szombaton volt az atomfutás. Igen. Remélem azért az idő ellenére, vagy elkerülte őket a rossz idő, vagy pedig az idő ellenére azért nagyon sokan voltak ott, szurkoltam nekik, úgyhogy mindegy, ez van. Nálunk meg pénteken volt egy kis filmnézés, megnéztem egy, persze, megnéztem már régóta, meg akartam nézni egy Guillermo del Toro horrorfilmet, ami hát inkább thriller kategória Mama. Ez ő volt rendezője, vagy főszereplő? Ő a rendezője volt, egy zseniális, iszonyatos fantáziával megáldott rendező, ő készítette többek közt a Faul labirintusát, vagy a Magyarországon forgatott Hellboy filmeket, zseniális, iszonyatos jó agya van az embernek. És ez is jó kis film volt, aztán a hétvégén meg olyan Spartacus maraton tartottam, hogy... Lefutottál egy maratont? lehet elhogy is, Spartacus maraton, ja, Spartacus egy tévéfilm sorozat. Ja, nem érdekes. Jó lett volna, ha lefutok egy maraton. Majd ha szerdán itt a Balivel tudsz ezekről beszélni, szólok, de hogy letoltam mind a 13 részt az első évadból, mert volt egy kis hiányosságom ezen a téren. Az is nagyon jó sikerült. Tehát akkor sehol nem voltál, nézted a tévét. Te igen, de tegnap voltunk, kicsit kirándultunk azért, elmentünk erre, arra nem volt nagy kirándulás, de egy óriásan sétáltunk abban a gyönyörű szép időben, abban a gyönyörű szép erdőben, ami van nekünk, úgyhogy megvan jó még volt. A kukák, szemét van-e? Ja, most egyébként meglehetősen tiszta volt az erdő. Ne volt a teszed akció, biztos. Egyet most volt hétvégén, pont azon gondolkodtam, hogy 100 000 ember, ebben az országban 100 000 ember döntött úgy a hétvégén, hogy a szakadó eső a rossz idő ellenére, mondjuk tegnap már ugye jó idő volt, de akkor mégiscsak sáros a talaj, kimegy és összeszedi a mások által szétdobált kommunális hulladékot. Voltak olyan pontok, amiket ők ugye előre kijelöltek, oda lehetett menni, kaptak kesztyűt meg nálonzacskót, és 100 000 ember volt, aki megmozdult az országban hétvégén, és ez marha nagy dolog. Nagyon szép. Szerintem ez nagyon szép, ugyanakkor azért tök jó lenne, hogyha mondjuk nem 100 000 ember szedne szemetet, hanem mondjuk 9 millió nem szemetelne. Igen, és mondjuk beljebb lennék. Igen, így akkor szerintem mindenképpen beljebb lennék. Egyébként meg nagyon szimpatikus, meg nagyon jó, bár én úgy vagyok vele, hogy tényleg az ember úgy eljön ez a dologhoz hozzá, hogy mondjuk ne kampányszerűen szedjen szemetet, hanem ad egy ugye egyetlen szemetelje, másrészt meg ugye az egész évben úgy oda-oda figyelgessünk ezekre a dolgokra, és akkor nincsen gond. Egyébként nem arra szimpatikus dolog tényleg. Ja, hogy egyébként, ha hétköznap megy, akkor is hajoljon le érte. Simán belefél. És vegye föl. Ha, jó, persze. Féljen. De én örültem neki, azért ne kisebbítsük az érdemeit. Nem, azért ezernek. Mondom, hogy ez egy nagyon tisztességes tök dolog, jó, és jó kezdeményezés. Örülünk neki, hogy vannak ilyenek is. Na, az elmúlt hetet csúnyán elbuktuk a fekete-fehér igennemben, és ugye most, hogy iPod Nano nélkül vagyunk, már kisebb a jelentkezési hullám, de azért még mindig lehet. Ha most ezt a két napot, amíg Balázs nélkül vagyunk, elveszítjük, utána a háromban ő még visszahozhatja. Persze, úgyhogy... Kipihenve, tehát teljesen minden, lehet, hogy nem is fogunk majd játszani. De fogunk, azonban előtte rockzeneileg szeretném, hogyha kiteljesítenéd, ami... agyunkat. Ja, jó lesz. Ha tágítanád a látókörünket. Jó kis notával szolgáltok. Ma is van egy Three Days Grace nevű kanadai rockcsapat. Róluk azt kell tudni, hogy így a négy album holedik cirka 6 millió példányt adtak el csak az Egyesült Államokban, ami szerintem azért nem kis teljesítmény, sőt nagyon nagy teljesítmény. Ugyan most a zenekar egy picit válságban van, mert az énekesük Adam Gontier úgy döntött, hogy január környékén búcsút int a zenekarnak, és akkor a szóló karrierje kezd el koncentrálni. Ez egy elég kemény szitu, ennek ellenére a csapat továbbra is dolgozik. Egyébként pont Adamnek a testvérével vannak turnén. Jó torok, igen. De nem annyira jó turok, meg nem annyira jó fazon, mint a bátyús, de azért nem rossz. Hát meg az ilyen énekes váltás az mindig nagyon az kemény, a legnehezebb. Új dobost beemelni, még azt mondod, úgyis ott ül hátul.
érted, az, az, de az énekes csere az meg ráadásul jó képű sármos csávóról van szó, aki ugye a zenékben is nagyon masszívan benne volt, a szövegeket ő írta, nagyon jó hangja van, úgyhogy de az előző albumokon egyébként még ő hallható, és ebben a nótában is. Ez itt a Morning Show. Kicsit a hangmérnök fönhatta a végét. Na ez volt az utolsó előtti, holnap meg majd még egy kis metállal zárjuk. De keményebben? Hát egy picit igen, ugye visszaérkezés előtt. Á, visszaérkezés előtti pillanatok. Igen, Balázs esetében ugye, amikor ő van, akkor nincs rock vagy metál rovat, így aztán az utolsóra föltesszük majd a pontot 5 perccel. Mi van most? Jó, ez a szék teszi, szerintem 5 perc múlva lesz fél hét. Mi volt ez a vasutas sztori? Én nem nagyon olvastam mögé, hogy a két vonat 100 méterre állt, meg egy másik. Igen, igen, mert volt ott egy ilyen kis meghibásodás, amiből egyébként egész évben mindenféle helyeken sok van. Volt egy hasonló, egyébként ott a keleti pályaudvarnál is, már korábban beszéltünk róla, amikor mondjuk egy munkagép egy főnyomócsövet vágott el egy pár héttel ezelőtt, és akkor volt egy kis izénk, jacuzzinkot, egy ilyen kis átmeneti jelleggel. Most meg az történt, hogy annak a biztonsági rendszernek a kábelét vágták el, egy ilyen építkezés, egy ilyen alvállalkozóról van egyébként szó, tehát hogy nem igazán nem a MÁV-nak az alkalmazottait kell ebből a szempontból hibáztatni. Egy olyan berendezésnek a kábelét, ami pont ezért felel, hogy ne fordulhasson elő az, hogy mondjuk itt szembe mennek egymással a vonatok, vagy adott esetben ugyanarra a vágányra kerülnek. És emiatt persze rögtön a MÁV rögtön reagált rá, és van egy ilyen protokoll, hogy egyrészt lelassítják a vonatokat, másrészt pedig állomástól állomásig csak egy szakaszon, csak egy vonat közlekedhet ilyenkor. Tehát akkor indul a másik, ugyanazon a szakaszon, hogyha az már a következő állomásig elért. Emiatt nyilván van torlódás, meg van csúszás, meg késés, meg mit tudom én, micsoda, de hogy egyébként ezzel a elkerülhetővé válnak így a balesetek. És itt valahogy, hát lehet, hogy emberi, sőt, több mint biztos, hogy valamilyen emberi mulasztás okozta, hogy a két vonat ugyanarra a sínpára került, és egy ideig nem is észlelték egymást, mert úgy tudom, hogy pont abban a kanyarban, ahol jöttek, ott van egy ilyen zajvédő fal, és az egyik vonat vezetője, mozdonyvezető nem látta a másikat, de ennél a sebességnél, hát ugye, amikor viszont már szembe voltak egymással 100 méterre, akkor vészfék, de hogy egyébként ez a vészfékezés sem úgy történt, hogy akkor izé beletaposok, behúzom, nem tudom, hogy megy ez a mozgó, és akkor mindenki repül mindenki felé, hanem tök biztonságosan megálltak egyébként, és én egy vasutas blogon azt olvastam, hogy igazi életveszély azért itt nem volt. Tehát, hogy úgy sikerült megállni. Igen, egy picit felfújták ezt a dolgot, ettől függetlenül azért mindenképpen hibázott valaki. Hát az önmagában érdekes, hogy itt van egy ilyen építkező alvállalkozó a kis markolójával, és ő nem tudja, hogy ott megy egy ilyen kábel. Tudod? Tehát én azt gondoltam, hogy amikor építkezel, van egy térkép, ami igen, rajta vannak a fő dolgok. Tehát, hogy itt megy az áram, papa, itt megy a gáz, itt a víz, lehetőleg ne óvatosan. Óvatosan. Itt meg megy egy olyan kábel, ami felel a biztonságunkért. Hogy az erre tessék már odafigyelni, mert akkor ezek szerint ez nem sikerült, de akkor megoldódott a problematika. Meg. Az emberek egy része ugye megunta egy kicsit a várakozást, mert hogy amúgy a közelben volt talán a hárosi vasút megálló, és akkor leszálltak, és elgyalogoltak odaig, és ott felmentek a peronra, csak az a peron nem üzemelt egyébként. Megint lemásztak a perorról, és mentek tovább egy kicsit. A síneken? Hát egyébként igen. Aha. Tehát, hogy az se veszélytelen. Igen, szerintem, mert de... sínek, mert nem tudsz menni, gaz van. Tehát így hol van. Mész a síneken, okosba? Jézusom. Szobvác Dunakeszi nyugati vasútvonalon katasztrofális helyzet. Megfelezett járatszám és 15-25 perc késések. Állítólag november 22-ig lesz így felújítások miatt. M1 Győr Tatabánya után a Selkútnál baleset. Valaki nagyon csúnyán megsérült, mindenki óvatosan, ezt At is írja nekünk. Sziasztok, személyautó és utánfutója borult fel az új M0-áson, az M31-es kihajtó után az M3 felé, üdv Bauhaus. Ezt tőle kaptuk, 0676 45 00, ez a mi SMS számunk. Azt hittem egyébként, hogy ez a közlekedési információ, ami ilyen vonatos, ez is oda tartozik, de akkor ez egy másik történet, ugye, mint ami volt, amiről az előbb beszéltél. Na, a lényeg, hogy megoldódott az is, és próbálják majd rendbe tenni a dolgokat. Látott-e valaki X-faktort a hétvégén? Én láttam. És láttad Balázs? Mert most már nagyon sokan írják azt, hogy állítólag az egyik zenekar gitáros. Ja, tényleg, nagyon hasonlít rá a srác. Picit kevesebb szarkalával, kicsit simább az arca, olyan, mint hogy egy időutazáson vett volna részt. Hát nyaralás utáni képek. Ja, igen, hát ez a kipiáncsi, ugye? Azért bejöhetne. És jó volt a zenekar maga? Jó. Jó, jó, jó. Jó, jó, jó. Nem mondok rá semmit. Most
mondjuk ilyen ének, tehát hogy így előadói szempontból szerintem nem volt annyi csúcspontja ennek a mostani adásnak. Jók voltak, de picit sok volt nekem benne a gag. Aha. Kicsit. És ki vicceskedett a Lilu? Kicsit sok volt, nem, őt még egyébként nem látom, csak a hangját hallottam. Igen, ő komolyan csinálja. Benne egy picit többször volt most benne. Több volt a jelenléte, a műsorban így mondanám. Aha, szakmai nyelven, igen, sport szakmai. Igen, többször volt jelen, de hogy mindegy, hagyjuk. Sok-sok volt az ilyen poén előadó, szerintem. Aha. Tehát voltak kellemes meglepetések is, de... De kevés volt, amit igen, igazán föl tudtad kapni. Igen. Picit több volt az olyan, amikor azt éreztem, hogy visszahívták őket, mert a múltkor is viccesek voltak. Uh-huh. És akkor most is tegyük bele. Na jó, én visszanézem már csak Balázs miatt is, mert ugye azt tudjuk, hogy ő szokott gitározni. Én nekem még soha nem sikerült rávennem, hogy jöjjön el egy buliba egy dalt eljátszani velünk, de hát hiába, ha a tévé hívja. Meg hogy megtanulja a más témát is az Enter Sandmanen kívül. Igen, meg az Ámul Édur. Na, hát akkor majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Pontosan 6:30 van, jövünk a hírekkel, lehet jelentkezni a fekete-fehér igen-nemre, a 0-0 most, ugye a múlt hetet csúnyán elvált, nem csúnyán, szépen elveszítettük, most ez a két nap pedig még itt a miénk a hét elején, utána tudjátok majd Balást kihívni, 0676450, itt lehet jelentkezni a játékra, és ide lehet küldeni a közlekedési infókat is. 3:47 múlt 5 perccel, jó reggelt, szevasztok, személyautó és utánfutója borult fel az új M0-áson, az M31 kihajtó után az M3 felé. Bauhaus-tól kaptuk ezt az SMS-t, aztán új közlekedés azóta nincs is. Szombat megint ilyen fekete szombat volt egy csomó baleset az eső miatt, úgyhogy ma reméljük, hogy nyugodtabb napunk lesz, majd tessenek vigyázni. Mi a mit keresem? Hát semmi, csak írja az egyik kedves hallgatónk, hogy a Costa Concordia nem 2,90 magas, hanem hosszú, de mivel olyan helyzetben van egyébként most a hajó, most az inkább magasság, mint hosszúság. Nem tudod eldönteni most, hogy mi az, ami kiszedik most végül is? Hát azt szétbontják, hát más nem tudnak nagyon vele csinálni, szépen lassan. Igen, van egy olyan technológia, aminek a segítségével visszadöntik, Zsulit jelent nekem, de egyébként ezt meg korábban olvastam és mondani is akartam. Jó, tudja magától, nem kell, na most miért kell ezt csinálni? Mit de gondolsz, hogy Jani magától nem tudja, hogy van ilyen technológia? Szóval visszaborítják, még kiürítik a hajótestet, eltávolítják belőle azt a nem tudom hány tonna benne rohadó mindenféle élelmiszert, ami még benne maradt, mert nagyon sok cucc van még benne, és ezt szépen szétmondják, és akkor megy, lesz belőle valami más, valami, lehet, hogy nem is egyébként nem is hajó lesz belőle. Hát biztos egy csomó minden. Érdemei elismerése mellett beolvasztják. Még egy hajót ne csináljanak belőle. A tényleg azzal a barommal mi van? Elítélték már? Ül már? Majd nézzük már. Hajós kapitány? Igen. Szerintem még zajlik a per, meg ott ő nagyon mondta, hogy ő nem tehet semmiről, mert hogy nem volt ott, aludt, nem csinált semmit, és csak azért hagyta el elsőként a hajót, hogy partra segítse az utasokat a másik segítséget oldalon. Hozza. Jézusom, na nem is akarok erről beszélni ilyenkor. Korra reggel játszani viszont annál inkább. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. 3-2-re elvesztettük a múlt hetet. Aha, igen. Most minek örülünk, persze. Szia, Laci, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Laci. Kipróbálnám magam egy fekete-fehéren, és remélem Dádá lenne a fiúknak, Anna drága tisztelettel, Kov Laci. Így ír. A mi a Kov? Így jön, Kovács. Ja, csak azt a három betűt már nem akartad odaírni. Jó, szeretjük az ilyen fajta magabiztossággal telt embereket, mint aki te vagy. Laci, honnan hívsz bennünket? Én Budapestre telefonálok. Budapesti lakos vagy, és még otthon. Így van. Eltaláltam. Jól van. Kivel akarsz játszani kettőnk? Veled. Nagyon jó választás. De szimpatikus. Ez egyébként mindig így van, hogy a másik kettő egy picit azért megnyugszik, mert nagy tétje nincs a játéknak, tehát azt valljuk be őszintén, hogy nekünk most hát annyira mindegy, hogy 3-2 most meg, nem? Nem. Mindegy a végeredmény a lényeg. Mindegy. Azt meg ugye Balázs majd helyre teszik szerdától. Így is van, szerdától majd ő kinyír benneteket. Hát jó. Laci, jó. Akkor szerintem Jani, visszaszámol, kezdjünk bele. Rendben. 3, 2, 1, fire! Mi a munkád, Laci? Ferenc, jelenleg semmit. Munkanélküli vagy? Hogy? Már beleszaladtam. Ki mondtad? Ki? Te. Ki?
Én nem. Kicsit úgy elnyeltem, de két. Most mondtam. Mennyire jó fej vagy. Játsszuk újra. Nem. Semmit nem csinálok, de rászaladtam. Na jó van. Jó, na, nem, figyelj, újraindítjuk. Indítsd új. Én jó van, hétfő új hét, hát meg, új műsorvezetők. Lacinak van baja elég. Új szabályok. Van. Jó van, figyelj, akkor. 3, 2, 1, fire! Laci, mióta nincs munkád? Múlt héten mondtam én fel, és ezen a héten fogom kezdeni az újat. Ja, akkor ez ideiglenes. Ez az körülbelül egy hét volt az egész. Aha. Szerencsém volt. És mit csináltál eddig? Árut készítettem össze egy raktárban, vegyi árut vettem. Amit aztán tovább vittek. De így van, ennek a cégnek a saját boltjaiba készítettem ezt az árut össze. És az új munka ugyanez lesz? Hasonló, azt árut fogok kiszállítani. Ő egy magánszemély. Akkor átálltál a másik oldalra. Ja, mondhatni, igen. Na, meg jó van. Na, jó van. Már izgultam, hogy megnyered, mondom. Az az abszolút lézerség. Már izgultam, hogy megnyered. Na, én is izgultam, mert ez is sikerült belőlem. Jó van, nem, figyelj, azért, mert nagyon rendes voltál az első körben, az egy féligen volt, azzal még tovább lehetett volna játszani, de feldobtad magad, tehát önként álltál a kivégző bíráid elé, azért kaptuk, ahogy adtunk egy új játékot, de hát ez sajnos nem sikerült. Köszönöm is. Nem baj. Nem baj, meló van az a lényeg, Laci. Mert így van. Jó, köszönjük neked, szevasz. Én köszönöm szépen, sziasztok. Szia. Mivel ez a gép pont nálam van, ezért? Zsül. Na, tolja már neki egyet, de ne legyen nagyon hype-olos, mert érted, szerintem. Mi van, miért nem szól? Ja, mert le van húzva. Ferikém, na figyelj. Na, várjál, kösz. Bravo. Bravo! Na, gratulálunk magunknak, akkor 1-0, így szerintelenül. Holnap még egy lehetőség, és aztán a 3 napot meg a főnök majd végighúzza. 4 perc múlva lesz 7 óra, a következő órában itt van a vendégünk. Találgathattok, néhányan ezt már megpróbálták, eddig nem nagy sikerrel. Tehát előadó művészről van szó, volt már benn nálunk, azt hiszem itt adásban is, de többször hívtuk némi témában, mert nem rejti véka alá a véleményét. Reméljük ez most is így lesz, a hírek után vele jövünk vissza. 9 perc múlt el 7 óra, jó reggelt, szevasztok, meg érkezett vendégünk, és nagyon sokan eltaláltátok. Igen, Ákos az. Szerusztok. Jaj, hát nézd meg, milyen szép ma is. Gangsta Zoli! Jó reggelt. Szeretem azt a fajta... A neveteket. Igen, hogy meghívtunk, mert nem kellett korán kellett, bár azt többször elmondtad, hogy ilyenkor te fönt vagy. Én hétközben nem vagyok az a döglős fajta. Tehát ilyenkor én viszem a gyereket óvodába, aztán gyurma, aztán ilyen edzés, olyan edzés, ide megyek, oda megyek. Hát az nem vagyok olyan genetika, tudom. Úgy de jó vagy. De a gyurmázás az mit jelent? Tehát rendesen nyomod? Hát az, leülünk egy kis klubokba, és gyurmából építjük a kis házakat. De rendesen nyomod, vagy az azért van, hogy valahol legyél? Középrendetlenül. Nem, egy ideig úgy nyomtam, hogy csak a masszatolás szinten. Aha. Nem tudom, azt ismered-e. Hát egy kicsit akkor... elmegyünk, és nem. Igen, és akkor... A masszatolás az már profi szint a Ferinek. Ja, hát, értem. Nem is. Tehát az olyan, hogy a fekvenyomás után megkérdezi a partnert, nem megyünk el ebédre? De egy fekvenyomás. Persze, amikor ruddal csúcsot nyomsz, és utána azt mondja, hogy megyünk már kajálni. Szóval ez volt az életedben egy három év. Nem, egy 30. Egy 30, és akkor, és akkor találkoztam Basa Péter mesteredzővel, miután szólt a rendezőm, amikor még a Kecskeméti Színházban játszottuk a Vinnettut, illetve készültünk játszani a Vinnettut, hogy kint üldögélünk sörözés színház előtt a többi színész kollégával, ők természetesen nehogy kellemetlen helyzetbe hozzam őket. Csak te jött, igen, igen, ők nézték, hogy én hogy sörözök. Ők ki akarta ütni a kezedből. Igen, és akkor így beszélgetünk, és így üldögélek, és így kis pocika megereszkedve, és jön arra Récei Tamás, de is mondja, Szoli, hát ez ott micsoda? Hey. Mondom, poci. Poci? És láttam a pocakos Vinnettut? Mondom, én te szakállasat láttál? És hát mondta, ezt nem, de gondold át azért ezt. Mondom, akkor le kéne dobjam? Hát, és hát, akkor volt egy nyár előtte. Nem mondhatod, hogy ez már leszálló ág a rezervátumos Bosa része. Amikor már tüzes vizet iszám. Igen. És kérlek szépen, Basa Petivel akkor összejöttünk egy, na nem úgy, és találkoztunk egy ilyen teremben, ahol masszatoltam, és akkor mondtam neki, hogy te figyelj, Petikém, az a helyzet, hogy lehetne ezt megszabadulni ettől a kis golyótól. És mondja, hogy hát akkor úgy csináld, hogy én mondom ezt a masszatolást, és úgy egyél, hogy én mondom, és akkor 13 kiló egy hónap alatt. Hát igen, mert... És akkor a Récei azért volt szemét, mert vissza még össze, hogy na, ti komolyan vetted? Még rohagyj meg. Én azért emlékszem arra az időszakra, és azért egy hosszú időszak volt, hogy dagat vagyok, ronda és öreg,
Itt jó van ez így. De jó ment egyébként. Amikor igen. Ezt toltad. Igen, de most vézna vagyok, ronda és öreg. De jó valami, de legalább valami. Jó van ez így. A többi már a Basa se segít. Várj, és a Basa kolléga mit mondott a sörikére? Hogy az, az marad, azt mondta, hogy ha a cukros üdítőket dobod, akkor az 50 sör hétvégére maradhat. De tudtál váltani, nem? Hogy cukros üdítő. Cukros üdítő dur, ezt úgy kidobtam a kukába, hogy nem is láttam. Figyelj, ez a színházas dolog, ez hogy? Tehát kinek jutott eszébe Gangsta Zoli színházba, a Tália szentélyébe beemelni ezt a harcot? Úrnak, aki a Kecskeméti Színházban az igazgató, ő mondta, hogy felhívott, hogy mit szólnához, amíg a Popeye, mit szólnához, hogy igen, csinálunk ugye a zenés első darabot, hogy megírnátok a zenéjét, megírnád, aztán mondtam, hogy én ugye a zeneszerző nem vagyok, szöveget nagyon szívesen, de a Piero kollégával meg tudjuk csinálni, és akkor megcsináltuk a zenét, és akkor hívott Récei Tamás rendező, hogy mit szólnál, hogyha te lennél a Bluetooth kapitánya, a paraszt. Tudod, mindenek az ellenfele, a Popeye, gondoltam, hogy a gyökérnek kell lenni. Nagyon, nagyon nem sértődtél meg. Nem, imádtam azt. Milyen lehetett a brainstorming? Két évig. Milyen lehetett a brainstorming a színházban? De fél, kéne egy igazi tajt paraszt. Ki tudja, ez jó megformálni. És egyszerűen öten feltették a kezdet, jól mondjuk egyszer. És a Vinetunál, hogy tudták azonosítani a szerepkört a Ted Coyne-dal? Az nekem volt borzasztó. Hogy egy pozitív szerep között. Anya, mi van a bácsikarjával? Ezt összeszer, mi lenne? Bele kellett vigyek egy kis üzét, egy kis magúát, hogy egy pici paraszt meg legyen. Tehát az én Vinettum az egy másik megformázás volt. De szerették abból mennyi? Persze, nem, tök jó volt. Én nagyon szerettem ott lenni, sajnos ebben az idejében nincsen színházadás most. Aha. Nem volt olyan szerep, nem volt gyökér szerep. És ezért de nem... biztos valahol az országban. Valahol az országban. Színházigazgatók gondoljanak Gangsta Zolira. Akinek gyökszíre van szüksége. Én ezt a Vinettút tökre sajnálom, hogy kihagytam, mert tökre kíváncsi voltam volna tényleg a te Vinettúdra, aki azt mondja, hogy rohanjuk le az irokézeket, mindenöt kapjunk ki, legyünk meg minden piát, aztán gyújtsuk fel a sátrakat. Nem, te egy főszereplő vagy, te korábban nem ilyen volt. De találkozom Basa Petivel. Nagyon jó. Nincs ebből felvétel? A biztos, magyar televízió van. Nem jelentkezett be, hogy de egyébként halálkom, mert mondom, Vinettut is felvette a televízió, meg a Popeye-t is, úgyhogy biztos, hogy van. Megtalálod valahol. Így van. Hajnak kettő után valahol. Ne, hát ez vállalhatatlan. De nem volt az. Tényleg jó. Gyerekek jártak oda, és ma is élnek. Felnőttek, lassan felnőnek. Hát igen, azóta 6 évesek már 8-ak. Erősen lapozzák a Vinettút, hogy hol vannak azok a részek, amikor idéztél. És szakállas Vinettú volt a világtörténelme először, várja azzal, mert hogy... Nem volt vitatkozás, hogy vágj mellem, mondtad, nem vágom. Soha. Mondom, hogy nem, ezek védjegyek. Ne hülyéskedj már, ezt nem lehet. És akkor beemeltek így Vinettú. Persze. Mi van a zenekarra? A zenekar a zseniális. Melyik? Hát a Kártellel hasítunk, mint az ördögök. És most éppen klipforgatásra készülünk, majd hoztam egy dalt, amit is megmutathatunk. Ennyivel tartozunk. Semmi nem érdekes. És hétvégén pedig játszottunk egy nagyon kellemes kis budapesti klubba. Volt egy újságnak egy ilyen rock újságnak volt a születésnapja, és ott voltunk, hogy az egyik főzenekar, zseniális, olyan tombolás, hogy még magam is meg. Kicsit szereted magam. A zenekaromat szeretem, az tényleg nagyon. Mert azt lelkesen csináljuk, és nagyon jó a társaság most, jó a kis közösség, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat. Mennyi idő? Megint hempergő, sajnos leestünk a kifutóra megint. Ne hülyeskedj, de hát micsoda csalódás. Mi történt itt? Hát csak a szokásos, megint leestem a kifutóra. Mennyi idő után van a zenekarban, vagy bármelyik zenekarban, ezt most általánoságban kérdezem, amikor azt mondod, hogy én már ezzel nem akarok beülni a mikrobuszba. Nem jött el menni. Nekünk volt egy ilyen régi sztorink, hogy még Pribil Gyuri, aki ugye Kim Novák, és ő játszott nálunk egy ideig, és akkor még úgy volt, hogy volt a Kártel, ugye 4 rapper, és volt a kísérőzenek, és 2 busszal kellett mennünk, mert nem fértünk be egy buszba, Earth, Wind & Fire, mikor utazik, érted, és csak Nightlinerrel, és nekünk volt két iglu, két kis izé, és ezt ketté osztottuk a csapatot, és egyszer a Pribil Gyuli vagy hozzánk keveredett a rapperekhez, a zenét, és így ül, és vidám beszélgetés, és mondja, hogy de ne haragudj már, ti hány éve játszottok együtt? Tudom, akkor volt 12-13. Azt is még beszéltek egymással. Aztán nálunk beülünk a buszba, és mindenki elfordul a tudomásunk. Ne szólj hozzám, légy szíves a végéig. Én majd a koncerten jó lesz. És nálunk meg ilyen halálvéd, és nem értette, hogy működik. Ez nálunk valahogy így volt. Azóta mondjuk volt tagváltozás, mondjuk a Big Daddy maradt ebből a csapatból egyedül velem, és most már együtt utazik a csapat, mert öten mondjuk összvisz.
És ugyanaz a vidám beszélgetés. Tehát nálunk valahogy ez így, hál' Istennek így történik. Nekem ez nem hiszem, hogy eljön az a pillanat, amikor azt mondom, hogy nem akarok beülni a mikrofonba. Mert akkor már nem lesz jó nyilván, akkor hát már nem is akarod csinálni. Akkor meg már nem akarok élni. Big Daddy-t nem sikerült berátani a terembe? Lesz Ákás Vitali? A Big Daddy, a Laci az rendszeresen jár biciklizni, és ő abszolút... Hogy hangzik ez? De tényleg, nekem mondtam, múltkor találkoztunk, és biciklizik. Biciklizik. És éppen azért, mert neki volt a motorbaleset, és a lába az elég csúnyán megsérült, és azóta azért ő nem tudott járni hokizni velünk, mert ő járt együtt valami jégkorongozni, bunyozni lejár ő is boxot, ő nagyon komoly. Hát ő azért felsőtes volt, aver a zsíros kenyér egyet, akkor az lehet, hogy mire fölkezd összes ruhát kimegy a divatból, várj azzal. Csak van rajta egy védő réteg, ugye? De a Laci az egy nagyon, nagyon komoly pali, és nagyon jó erőben, és jó időben, jó helyen. Mi fér még bele a te életedbe? Box, gyurma, zenekar, most miniszterelnöknek jelöltettem, nem tudom. Ott van rajta, Isten, nézd meg. Isten őriz, nehogy összekeverjetek valakivel. Ebben a pólóban jött be, Döglégy for President. Ugye igen, ez egy dalunknak a címe. Ez egy régi történet. Hát egy 2001-es szám immáron. Igen. És akkor ezt most akarod, vagy nem? Hogy for President. Ja nem, igazából ezt nem akarom, én nem tudnék ott mit kezdeni, halálba unnám magam. Pedig a helyes sers alapján akár még köztársaság elnök is lehet. Ugye? Ugye? Mert ezzel sikerült. Figyelj, és Zóviban mi van egyébként? Zóviban nem tudom, hogy a gyerek az egyik beengedő ember. Felvezetés. Imádom azokat a képeket, amiken mondjuk Zóéval ülsz bent az oldában, egy kis asztallal, ami mindenféle kockák vannak. Láttál játékok. Ilyen képeket? Persze, igen. Láttam fönt, igen, a neten. De hol? És ezt ki csinálta? Megkeresem neked, megkeresem valamelyik óvónéni, igen, valamelyik paparazzi óvónéninek költözött. De egyébként bármikor, amikor látlak benne, mozi bemutatón akárhol, ott van Zoé, ott vagy te, és azért van egy kis ilyen... Vibráció? Hát igen, hogy olyan fura az egész sztori, hogy amikor bemész az oldalba, akkor így szerelmes vagyunk, aki... Ez nem jellemző, viszont múltkor a nagyobb csoportos gyerekeket így vezeti, amikor meg Zozik a középső csoportos volt, jöttek a nagy csoportosok, vezették őket, és akkor hallottam egyik kis csák, hogy mondta, hogy figyeljetek, ott benne a legnagyobb király! Csak egy kicsit így kiefúztam magam. Meg a Zoét is megbüktetna, milyen a fater? És akkor azt mondja, jaj, apa, ne. Én az Andyvel járok egy óvodába. Aranyos! Már úgy apukaként. És én neki gyerek... van egy picit lemaradás, hogy megint beirattál? Nem, ő állandóan... Az általánosnak is neki fog. Igen, állandóan be van iratva. Ugye mi reggel nem találkozunk, mert ő még nem él ilyenkor, én meg ugye itt vagyok, viszont a délután szoktam, és akkor szoktam látni, hogy ott óriás suttogás van. Nézd meg, látod a rocker, és nézd meg milyen apuka, mert ott félkómáson még délután 4-kor, amíg alig lát, így húzza a gyereket, de nagyon aranyosan beszélgetnek, és az anyukák könyvbe lábadó szemmel, hogy látod, nézd meg, hát szerinted iszik ez a gyerek? Soha! Nem nézett rá egy pohárra se. Viszont, hát ilyen nekem is volt, hogy hétvégén Margit-sziget és program a gyerekekkel, hogy apukák, mit tudom, ez a bicikli hajtós kiskocsi, nem tudom mi a neve, van egy ilyen speciális bringo neve. Hintó. Bringo hintó, ez az bringo hintózás a gyerekekkel, apukák feltétlenül legyenek ott, hogy ügye jó. És akkor pénteken ugye koncert, volt, és szombat reggel megjelenés a gyereke, reggel 10-kor. Hasonlítom, hol vagyok. Bringóitra fölültem, majd azonnal rosszul lettem, hogy mi ez a sebesség? Ez Zoli apuka, ott alszik arcra dől meg, bringóitra. Hátul a bokorba fejjel. De ugyanakkor meg nem teszed meg a gyereked, de hát nem, hát is elmér, ott kell lenni. Ott Kejfej Jancsi azonnal volt, pattanypalkó, és beültem a bringóitra, csak megszólt az egyik apuka, mi az Zoli, tegnap buli volt? Pici. Nem akar többet tudni. Igen, you don't wanna know. Az alma helyett kérték már a kártelt a gyereket? Alma együttes pólója van a gyerekemnek egyébként. A kártyát nem kérték, mondták is, hogy nem zenélne apuka majd egyszer, csak így gondolkoztak picit, ja nem. Ha neked is lesz alma pólód, és egyszer abban mész koncertre, az lesz a nagy dolog. Alma hardcore? Almát tettem, hogy Donát. De egyébként nagyon jó fejek, almásokat találkoztunk. Én is. Adtak a gyereknek egyből pólót, lemezt, és kiintegettek, hogy szia Zoé, sziasztok. Édes. A te dalaidat ő hallgatja? Na, az Alma együttes, nem akarom őket lebuktatni. Nem az Alma együttes, a Zoé. Az Alma együttes, nem akarom lebuktatni, de...
de szeretik. De, de egyszer már találkoztunk egy benzinkúton, éppen is sörrel ültek, tehát ők is. Nem, már. Ne, többeket ne sértsünk. Ú, meg Isten, egy, most, most egy idol hatalmas robbanja lehet. Az almazerekkal is. De jó, Zolikámmal hallottuk ezt is azon a koncerten, nagyon jó fejük volt. De hogy Zoé hallgathatja? Zoé meghallgathat, miért ne? Hát előbb-utóbb úgy szembesül ezzel. Na jó, de hát mégiscsak 6 éves. Egy szenyó. Úgyhogy persze. Mert valakinek az anyukája meg pornózott. És nagyon király, mert úgy megy tovább azokon a szavakon, amiket neki nem kell meghallani, mint azt ő tudja, hogy az neki nem. Tehát minden szenni Amerika, tehát így elnyomja azt a... Te nincs olyan, hogy akkor rákiabálsz, vagy mit tudom, egy kicsit hangosabban mondasz, hogy Zoli, kedves szívem, azokat a kockákat dobogockákat rakdesz. 20-at rendben van. Gazdák, hogy okos, az még egy kicsit. Mi volt ma reggeli az Oviban? Még egy kalácsot? Így át lehet vinni a dolgot. Na, igen. Mondom az első sztorinkat, történetünket, amiben neked már részt kell venni. Egy budapesti társaság lakóközössége a következőt gondolta, voltak neki nagyon kedves szomszédai, és ezek a szomszédok elköltöztek, úgyhogy emléktáblát raktak ki, ami megemlékeznek a szomszédokról. Idézném az emléktáblát, nem mondok nevet, nehogy személyiségi jogi per legyen belőle, illetve azt fogom mondani, hogy Kovács, de nem ez van ráírva, jó? Most megesküdtem volna, hogy ezt fogod mondani. Mert az az első, ami beugrik. E ház otthona volt a Kovács házas párnak, itt van a két születési dátum, 1989 és 2000 között, akik aztán elköltöztek. Figyelj, emelték a szomszédok, akik szerint Kovácsék bunkók voltak. 2002. június 10. Zseniális, óriási dolog, mész be a régi bérházakba, és akkor keresed ezeket a táblákat, hogy itt alkotott XY, és az a ház örökké hálás. Ródi Gyula két éven keresztül itt. Ilyen táblákkal találkozol, de hát amikor ide bemész, akkor is meg fogod ezt nézni, és ez a tábla van fönn. Szerintem zseni. Óriási dolog, és végre valaki meri ezt vállalni, hogy ez a bizonyos házaspár velük bunkó ez volt. Nagyon nagy. Részleteket nem tudunk, sajnos azt nem közöl a tábla, tehát hogy tételesen, hogy a szemetet a izébe öntötte, nem mosott föl, akármicsoda beszólt, hangosan bömböltette a rádiót, de hát óriási. Jó lenne, hogy milyen március 7-e Kovács nap az utcában, utcabállal. Hát mindenki örül neki, irgalmatlan mennyiségű sörfogyás, tűzi játékkel, meghívott vendég, csak többi. Na, hogy nektek van-e olyan szomszédotok, illetve bocs, volt. Na, ezt így akartam. Gyönyörű kérdezni. Szépen. Volt, én még amikor dobolni tanultam gyermekkorom, és otthon gyakoroltam, azt nagyon szerették a szomszédok, és hát ugye... Nem. Ja, akkor te voltál rossz szomszéd. Nem, én szerintem nem. Föl volt állított osztály, és volt egy alsó lakó bácsi, nem emlékszem a nevére. Ő még a Kodály módszer alapján. Na, ez a bácsi már nem él, úgy gondolom. És akkor mindig följött, de olyan őrjöngésszerűen, hogy így följött, hogy rohadjon meg magad, és hallottam már kint ordít. Csak így kinyitottam a napra, hogy igen, tessék, parancsolni. Hány éves voltál ekkor? 17. És akkor mondta, hogy maga meg van bolondulva, itt veri azt a rohadt dobot, bömbölteti. Ha mit képzel magad? És akkor mondta, pardon, és így becsukta. De akkor te még ilyen fiú voltál, hogy pardon, meg tessék parancsolni. Nem, direkt idegesítettem a bácsit. Becsuktam, miközben ordított torka szakatából, rácsuktam az ablakot, és visszamentem, megvártam, hallgattam, hogy lemegy, fogtam a legnagyobb kísérő cintányéromat, egy nagy óriás cildjánt, amit úgy vettem a dobtanáromtól, hogy azt mondta, hogy na, én nekem ettől lett süket a fülem, ettől a cintányértól, úgyhogy ez egy picit szól. Azt így fogtam, és így ledobtam a parkettára, és azt oda, és még egy ideig így sisterek, majd fölvettem a fapapucsot, és így és körbe-körbe szaladgáltam, és akkor hallottam, hogy alulról már hallatszott, hogy rohadtam meg! Igazi szenya vagy. Nem, ő volt az. De most tehát panellakásban, vagy olyan társasházban dobot venni a gyereknek, vagy saját magadnak. Most a szülei az emetek már. Ne! Isten ments, nem! Drága anyu, drága! Hallod, lesz anyuka? Nem, tényleg ne! Nem, soha nem mondanék ilyet. De hogy az rohadékság egy kicsit. Soha nem mondanék rá csúnyát, de ez rohadék. Egy kicsit ez, hát most nem. Most nem, de én azt kísérve, figyelj, én nekem rájöttem, hogy az életem a dob. Tehát, hogy nekem mindenki, vagy sportolónak, vagy rockzenésznek kell lenni, ezt én eldöntöttem nagyon korán. Sportolót gyorsan eldobtad. Sportolót eldobtam, hogy a szorgalom hiányzott pont hozzá, meg a kitartás, de pont a zenészség, a hempergés, a kifutóra leesés, tudod modellkedni. És akkor mondtam, hogy az lehet. Persze, most ez azért jutott eszembe, most, amikor mondtam, hogy elküldtem egy barátomnak, hogy hát sajnos kifutó megint. Így üzenetben, és visszajött, modellkedtél, cuki baba. Úgyhogy én már elhatároztam, és akkor elmentem tanulni Gáti Pál tanár úrhoz dobolni,
ahol tényleg így elég jól haladtam, és rájöttek a faterék is, hogy hát ebben tényleg lehet valami, hogy van tehetség a gyereknek ehhez, és akkor elmegy, első dobszerelést megveszik nekem, és apuka jött megvenni, és mit tudom, hogy 30 ezerért, akkor az milyen pénz, egy tamadobsz, hát egy tamadobszerelés 30 ezer forintért, nagy és egy Thomas Finkstar, és várj, 30 ezer forint. Minőséggel indítottál. És várjál, és vár a dobtár minket, te szervusztok, engem akkor jó, és nem ismerte a fatert. És akkor így belépünk, és azt mondja apuka, na, hol van az a 25 ezer forintos dob? És egyből az ez a Gáti Pátran, hogy atya úristen, nem tudtam, hogy ennek a szép sőke gyereknek ilyen apja van, borzalmas. És rögtön az alkudozás. Egyből, és akkor 28-ért megegyeztek. Nagyon. És ez a dobszerés lett fölállítva, és hát ez az ominót, és akkor megvettem hozzá azt a kísérő cintányért, amit szintén Gáti Pál tanárunknak köszönhetek. És a papa ezt az elhivatottságot nem értékelte le a földszinten, mi? Tehát, nem, hogy ő nem, még ilyen Lehár Ferencre szocializálódott, és nem vágta, hogy nyarakról. Nem értette. Mondjuk én ugatok a dobszerkóra, mert nekem ugye pozanom volt, tolóharcon, hát nem? Az sem rossz. Mondjuk mi családi házban laktunk, azt azért teszem hozzá úgy ki, és 6 évig játszottam. Csillagom, 6 évig. Egy hangot meg nem tudok fújni rajta. Ja, hát ezt akartam mondani, hogy van egy-két nótánk, amiben kéne fel, tehát ilyen, ilyen funkért, nincs semmi jobb, mint egy nem mondom tovább. Igen. Fia, Feri 10 perc alatt teleköködi ezt a helységet nyállal. Ha bármikor, ha akar. És, nem szólal meg a poszkod. nem. Ez fiatal gyerekkoromban volt, és már elmúlt, de 6 évig nyomtam. Kertes házban, és nyára nyitott ablaknál. Most a szembe szomszédunk jöttek át, kisék, egyszer így óvatosan bekopogtak, hogy mikor lesz? Medvesen. Medvesen, mert átrúgott a hajúval, viszont mindig gyönyörű volt a fű. Röcsögött a cucc, és megkérdeztek, hogy ez hosszú távú terve, hogy én ezen akarok játszani, illetve hogy mikor érkezik el az a pillanat, amikor ebből végre hang de lesz. De ott azt tudod legalább mondani, hogy, na, ez, hogy ez komoly zene, maguk nem értik, nincsen fülük hozzá. Ez lenne a Kodály módszer országa? Nem érzed hozzád? Igen, le is cseszhetem őket. Mi? Ez olyan lehetél egyébként, mint a Lea Cipővel című nagyszerű klasszikusban Csepcsányi, aki mindig a hegedűt ezzel. Igen, ezzel kergett a sírba az összes többi. Úgyhogy, na, visszavontam. Igaza volt édesapádnak, hogy ugye? Dobot vett. Igen, teljesen normális. Ember. A zene az nagyon fontos. Én mindig azt mondom a gyereknek, két dolgot érdemes tanulni, nyelveket meg zenét. A többi szart se ér. Hát ez így egy kicsit sarkító. De én tudom, hogy egy sarkos vagyok. Én csücskös vagyok. Néhány hivatás most kierélt. A Margóra küldted őket. Én mindig ilyen vagyok valahogy, nem tudom. De igazad van, hogy mind a kettő kell. Én például nekem van rokonom Dániában, 5-en vannak testvérek, és mindenki... Smörék. Úgy tud mindenki zenélni, hogy vasárnap délutáni program az, ebéd után leülnek, és van egy kis a bőregár testvérek. A bőregár testvérek smörék mellett vannak két ház. Balra. Nem lehet így. Akarok egy kis komolyságot csempészni a műsorban. Így van, és ott a két testvér, Ingrid és Bergman. Na jó, szóval a zenére visszatérve tényleg igen. Fontos dolog. A hallgatókat nagyon. Viszont arra kérjük, hogy jöhetnek az SMS-ek, hogy mit írnátok arra a táblára, ami az elköltözött szomszéd emlékére van felhelyezve a falra. Jó lehet tételesen mondani a szomszéddal kapcsolatosan. Ha még ott lakik, hát akkor Istenem, akkor így is meg lehet ezt tenni. Jó ötletnek tartjuk. Nem azt mondom, hogy minden ház falán legyen ilyen tábla, de akinek van ilyen nagyon-nagyon komoly emléke, élménye szomszédról, az megírhatja 0676450000. Ez a mi SMS számunk, és akkor jövünk vissza a hírek után, 1 perc múlva lesz 7:30. Ez itt a Morning Show. 3 perc múlva lesz 3:48, vendégünk Gangsta Zoli. Yeah. Mindig van egy taps nálunk neked. Édesek vagytok. Tudjuk, ezért hívtunk, hogy egy kis gonoszságot csempészünk a műsorban. Nem volt elég ívül a műsor. De most már igen. Arról kezdtünk el beszélgetni az elmúlt órában, hogy egy budapesti társasház falára felkerült egy tábla, amiben köszönetet mondanak az ott lakó szomszédoknak, hogy végre elköltöztek, mert hát szerintük Kovácsék, nevezzük így őket, már nem ez a név szerepel a táblán, ez szerint a szomszédok szerint ők bunkók voltak, és ez így konkrétan ki is írt. És hova költöztek, föl vagy máshova csak? Nem tudjuk. Nem, úgy van a születési dátumoknál, csak a kezdet van, tehát ők még élnek nagy valószínűséggel. 50-es akkor megnézhetik a saját táblájukat. Vissza tudnak még jönni. Mondanám akkor a nevet, hogy hallják. Hogy biztosan hallják. Azt gondolom, hogy ennél hálásabb téma SMS-ben is kell. Melyik Ákos? Hát akkor a ne. És kedves neje. És béneje. A hallgatóink számolatlan SMS-sel árasztottak el bennünket. Tényleg nagyon, nagyon komoly van. Én nem is, nem, tehát nem is én nagyon értem, hogy mit lehet kezdeni ilyenkor meg. Tényleg vársz, hogy elköltözzön.
Hát, igazából nem tudsz semmit csinálni, mert ők azok a kategóriai emberek, akiket rettenetesen nem érdekel, hogy a szomszédok mi a véleményük róluk. Hát a fölötte laksz, akkor venni kell egy nagy cintányért. Igen. Azt adnak ideje, 6000 életet gondolni. Volt egy kicsit drágább, de megéri. Valamikor volt egy ilyen újságcikk, amiben arról írtak, hogy egy kedves szomszéd hasonlóképpen kiborító volt, és azt úgy kezelték, hogy felnyomták ugye mindig a izéket, 200 wattos hangfalakat reggel a szomszédok, becsukták szépen maguk után a kaput, aztán este 10-kor hazamentek, és addig szólt. És ez a kúra, ez megtette a hatását. Igen. Néhány hét alatt el tudták halkítani. Nem, hát gyakorlatilag egy picit szocializálták őket. Ez olyan, mint a kutyaiskola. Majd figyelj, nevelem, ül, pintulok közé. Jó, kicsit megnyugodom. Nálunk most költöztek el nem olyan régen a szomszédék. Yes! A nem most a halkabb a zene nálatok. Nem, persze, most már ilyen hónap közben nem szól, nem a közvetlen, hanem egyel arrébb, ami egy ilyen bérelt lakás volt, és azt képzeld el, hogy követhetetlenül sokan laktak egy 30 négyzetméteren. Nem nagyon értetted, hogy már hova férnek el, illetve valószínűleg váltásban éltek, de volt az éjszakás, meg a nappalos műszak, és akkor ők cserélték mindent egymást. Mindent értek. A megkérdőjelezhetetlen romlott kelkáposztaszag ömlött ki a lakásból. Azt tudod, ami az a szeró. És vezették a padlót? Azt nem tudom, mert be nem néztem. Plusz nem raktak kértük, be. Hogy ez egy ilyen nagyon rendes lépcsőház, amilyen ki jól néz ki, föl van takarítva. De már nem. De ott azon a részen, nem? De kutat megpróbáltak fúrni. A negyedikről. Most azt megmagyarázzatok nekem, hogy az a strandpapucs, aminek a keresztben levő pántja, ami tartja, leszakadva mire jó, és miért van kitéve még épp párjával együtt a lépcsőházba, az ajtó elé, én meghajlom. A nincs hely. Bent már nem volt helynek. De azt ne tartsd meg, azt dobd ki. Hát nem tudod használni. Ez egy papucs. Ez az a papucs, amire lap. Ez amire tud, úgy szokott az ő lábuk, hogy így rákapaszkodik az első lábujjakkal. Tehát igen. Olyan édes. Most azon gondolkoztam, hogy azért tartja meg, mert az oknia már annyira koszos, hogy ráragad a maga ez az alsó lap. Nem szeretem, hogyha használják a fürdőszobát, meg a kádat, akkor ez tök jó lenne kilépőnek. Aha. Mert arra jó lenne egy lábas kilépőnek. Maximum. Leesett az oknim. Mi? Alattad leszakad a csillag. Mi volt ez, snooker golyó, nem az oknim? Snooker golyó! Jó, ide szerint ez kicsit kisebb, mint a fúrva. Leesett az oknim. Adtok egy darabig. Úgyhogy mi megszabadultunk, hála Istennek. És köszönöm, uram. De milyen módszerrel? Semmi, elköltöztek. Jó, hát ez vak szerencse. Hát... elfogyott minden eladható a lakásba. Blind luck. Jó, egy gyerek. Na, mindent is járulhatok el. A téglákat ne adjátok el már a falból, jó? Mert az a milyen kis szóltatok neki. Amikor már nem volt semmi eladható a lakásba. Nem csinálták, de mondom, nem láttam a lakásba, de egy ilyen nyomasztó. Ja, nincs dohányzás a folyosón nálunk. Tehát a bárki a házban, aki dohányozni akar, és nincs neki külső erkélye, az nem állhat ki nálunk a folyosóra, le kell menni. Ezek állandóan ott pöfékeltek, érted? És mondtuk, nem tartották mondtuk, be a szabályt. Hát nem. Miféle emberek? Mi nagyon rendesek vagyunk, a mi házunk nagyon rendes. Igen. Akkor, hogy oda keveredt. Hát meg egyébként igen, valahogy meg kell oldani. Na, SMS-ek, csak annyit írnék, itt lakik a P család, akik a Bunkó klubjának országos elnökei. P család. P, de megírhattad volna a nevet, hogy legyen egy kis csetepaté. Az én szomszédomnak térfigyelő 1 és térfigyelő 2, ezt írnám rá, mert hol az egyik elől figyel, a másik pedig hátul. Ez úgy, nálunk is volt egy olyan néni, amikor így, ahányszor kijöttem, rögtön itt láttam a kis ablak. És ott a szem. Zalika, hova megyünk? Az anyját. Mint a susra sárkányba. Éles fület. Hát, nem tudom úgy kiorsolni, hogy... az ablak. És az milyen, amikor az ablakba egy visszapillantó tükör föl van szerelve, hogy lássa. Jó ideje, mint a börtönbe. Láttál? A börtön a kis tükrökkel. Igen, pont úgy nézi, föl van szerelve, és akkor ugye nem az van, hogy ki kell hajolnod, mert megfázik a fejed télen. Igen. Hát az itt környezet, vagy ilyen egészségtudatos leselkedő, megvan a kis tükör, és így belenéz, és látja, hogy a kapuban mi történt. De ez ilyen komoly, hogy egy ajtóra visszapillantódik, előzni akar, vagy egy ilyen. Szomszéd Sanyika, láttalak tegnap este azzal a csinos lánya. Marika néni, hogy? Tessék megrohadni. Hogy? Most. Marika. Most. De ennek azért megvannak az előnyei is. Tehát, hogy ha valaki mondjuk bejön az utcába olyan, aki mondjuk rosszban sántikál, érted? Akkor mama látta? Akkor jobb a hatósági tanúnak. Ja igen, és azt akartam mondani, és mennyit számít, ha mama látta, hogy semmi menni a harcot. Nézzük a jegyzeteimet. Tízdalos mester. Zorika.
6-kor megjött. 11 óra 35 perckor sárga 1002-es kanyarodott be az utcába. Honnan tudtad? De én nem sárga volt nekem. Nekem ilyen bordós, majd de szerettem. Ugye, de nem 1002-es, 1005-i. Hát az az igaz. A minőség, ja, a lóerők, a tempó, a sebesség. Minek ad lejjebb, ha egy legendával is járhat. Ne viccelj már. De nálunk volt, hogy például még a házmesternél volt, hogy jaj, Zolika, hallottam, olyan beteg az Zolika, korán sokáig dolgozott, reggel korán érkezett. Igen. És csúnyán hájt. Csúnyán köhögött. De azt a kipufogó. Olyan beteg az Zolika, csúnyán hátultott. Igen. És olyan csúnyán köhög a Zolika, és sokáig dolgozik szegény mindig. És Zolika, ha tanácsolat, ha a kipufogó dobot, azt csináltassam, hogy meg legyen kedve. Volt olyan, hogy megtaláltak a kapuba. Ott szundikáltam. Az milyen. Jaj, de betolta magam. Mert így már jobb. Figyelj, ha, igen, halk voltál. De azért... Ne haragudj. Szerény vagyok. Elnézést. És visszahúzott a dolgok. Na, az nagyon. De olyankor azért nem mindenki köp le. Tehát csak így nem, mondom, mert nekem nem, például... aranyosak voltak, hogy Zolika. És akkor, ja, csókolom. És felszettem a kis utcán, mert az volt, amikor a Dance-be legnőszett, 89-ben volt nagyon régen. A Dance együttes, mikor beszálltam, és annyira örültem, hogy dobos lehetek a Dance-be, hogy hirtelen megittam egy 54 éva vermutot idegességemben, és a koncert előtt én már lepihentem. Tehát a koncertet már régi dobos csináltam meg, mert mondták, hol a gangsta? Vagy gangsta, vagy nem volt, hol a zana? És akkor kint fekszik, utoljára parkba láttuk, és kint feküdtem, egy ilyen kis saját leányvállalatomba feküdtem a pad alatt, és akkor fogtak és lezuhanyoztattak, közben a gitáros szidalmait, de úgy nagyjából emlékszem, hogy ködön keresztül látod, és akkor hazavitt a menedzser, hogy köszönjük szépen a mai bulit, kitettek a izé előtt kis fellépő ruhával a táskába, ami ki se került a táskából, azzal így elmentem a kapuig, és így le is pihentem, és akkor reggel arra ébredtem, hogy az házmesteri, Zolika, ja, csókolom. Zolika, egy picit arrébb tollok itt a sárkaparóhoz, hogy ne legyél útra. Nem baj? De ezeket szerették egyébként a lakó? Igen, volt így... nekem egy ilyen varázsom, hogy ez ilyen. Igen, a gyerek aranyos, köszönt. Szépen köszönt, csókolom. Kicsit néha csúnyán most köhög a hátsó kertbe, de ami nem most is kert. Vessetek meg, nekem volt egy olyan időszak, amikor nekem ez jött be a legjobban. Tehát, ott nálunk a Városhoz utca, Lőrinc, Pest-Szent Lőrinc, ott volt egy ifjúsági park, annak idején ott láttam Bilt, meg láttam Mobilt, meg ilyet. Tehát ugye nagyon-nagyon volt. Bilt és Mobilt. És ott juniálisok, majálisok, és az egyik osztálytársamnak a bátyja, a Pista, rendszeresen ott feküdt arcon. Reggel 11-kor, farmer mellény, hogy hívják, csőgatya, réteges rakott, hogy hívják, veszkocsizma, rakott sarkú, veszkocsizma, ilyen, és ott feküdt a Lajos, illetve a Pista, mert szegény, most már tudja, kire volt. És én mindig, amikor így mentem el mellette, így anyámékkal a kezembe lufioli, mindig néztem, hogy én akarok lenni. Igen, például. Én meg a kukások tetszettek. Hát éppen azért kaptam kukást, hogy megjött a kukásoktól. Így lógtam ki az erkélyen, jött hosszú haj, borosta, dekke elő, utolsó pillanatban. Hátul egy elevén lógtak a hátsó részén. A szabadság maga, ugye? Igen. Kezd, leszálltak fütyörész, és előtte a dekket, a rigót, oda ment, és még ilyen kerek kukák voltak, így egy kézzel görgettet, hanem tényleg... Egy kézzel kapaszkodik, lesz. Úgy belazzák, atya úristen! Hogy szökennek le például? Igen. Az is stílus, tudod? Iszonyat, megfogja, úgy fogja meg a kukát, mintha nem 40 kiló lenne, feldobja, megnyomja. És utána, Pityu, mehet! Még visszafelé görgeti a kukát, de már... Mehet, Pityu! Kocsi elindul. És nagyon laza utána futás, ilyen szétesős, és így felugrott hátra. És így néztem, csorgott a nálam. Úristen! Na, egyszeret lehetnék. Aki ad nekik karácsonykor, vagy szilveszterkor pár üveg piát, most már nem szabad éjjként, annak beviszik a kukát a kapuig. Tudják, hogy ki a jó fej, tudják, hogy ki nem jó fej. Tudják, hogy kitől kapnak, kitől jön a panás. Nagyon jó srácok. Nagyon jó. Innen is üdvözöllek benneteket, a hallgattok. Irgalmatlan jó fej. Persze, ők rock and roll. Mi erre van rendelet, hogy nem adhatok a kukásnak egy üveg piát? Hát nem nagyon lehet szerintem már elfogadniuk ilyesmit. Hát te vigyék haza, és már megissza otthon. Igen, de most gondold le, hogy hol viszi haza. Hát benne az izében, a pilóta fülkében. Aha, és mi van, hogyha megállítják őket, és megkérdezik, hogy ez kérem szépen itt micsoda? Jó, hát semmi, lekupakolt sörös üveg. Nézd már, néhány üveg konyak, ez meg hogy került ide. Tehát, hogy az kellemetlen, de igen, de megérdemlik. Télen-nyáron kim vannak, kőkemény. Nagyon jó arcok. Tényleg neked visszahordják, ugye neked visszarakják a kukát. Világos. Ért? Nem hiszünk. De kapunk. Ők viszont, igen, 7 perc múlva lesz 8 óra. Óven bácsi és Beru néni pedig már itt kopogtat, hogy énekeljenek. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatuin hangjai.
Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Viki, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt, én is kopogtatom. Nagyon helyes, honnan hisz bennünket? Budapestre. Budapesti lakos, és egy fiatalkorúval van szerintem dolgunk hang alapján. Úgy szeretlek! Erre ennyi, látod, én így dicsérek még. Így dicsérek. Holnap reggel is felhívtad? Ha maximum 17. Még a duplája is kevés, úgyhogy. Holnap reggel is felhívtok? Maximum 17, nem belé csak a fülhallgatóda. Na, Viki, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi és Beru néni, figyelj. Mi ez? Strandon vannak a drágák? Jusszoda? Szerintem Vidám Park. Vidám Park? A távolból a hullámvasút. Hmm. Aha, nagyon jó. És kisikítva. Jó, jó, akkor hallgassuk. Zárás előtt elszabadult a pokol a ciklonon. Mit énekelnek? Tudom? Mi? Nem tudhatod, hiszen még túl fiatal vagy hozzá. Nem, sajnos. Mondod is, vagy? Mondanám, hogyha ki tudnám. Megmutatjuk még egyszer, mert beledumáltam az elejébe, Viki, figyelj. Nagyon ügyes előadó. Olyan könnyű pedig. Iszonyat nagy arc volt, én nagyon bírtam. Dominiká hullott el. Igen, szegény. Nem tudom megmondani. Hát akkor ugrik a bögre. Pedig tudom. Ugrik a bögre. Pedig tök könnyű. Pedig. Mutatunk egy hosszabbat. Sok minden nincs benne ezen kívül. Lauda és Schwarzenegger, honfitársa. Lauda és Amadeus. Elsőre is tudtam volna, csak. Hát ugye nem ez a címe, csak hogy Amadeus. Ennyi volt a címe? Nem, Amadeus volt. Az ember, aki Falkó, új... na ez az! Ezt vártuk. Az tőle. Ember, aki újra divatba hozta a hajolajozást. Jó, hát értem, hogy kicsit többet várunk, jó, csak 10-ig nem beszélgethetünk csak vele. Viki, hát nagyon kedves és szimpatikus mert vagy. Túl fiatal a hangod, és tudod, büntetői következményekkel jár. Nagyon cuki vagy, nagyon nem vagyok már fiatal. Nem baj az, Viki, nem baj az. Az ajándék nagyobb része megvan, de a bögre nincs, azt ki kellett sajnos hát, vegyük, jó? Meg kell, hogy mondjam, hogy lehetne inkább cserélni? A nem. Bögre, a többit meghagyom nekem. Nem, sajnos nem lehet. A szabályok azok kőkemények, nem mi hoztuk őket, érted? Mi csak végrehajtunk. Viki, köszönjük szépen neked. Én is köszönöm. Puszi, szia. Puszi, sziasztok. 4 perc múlva 8 óra jövünk vissza a hírek után. A lista így nem igaz, ahogy az előbb a 3 név elhangzott, úgy viszont igen, hogy Gangsta Zoli, Vadon Jani és Rákóczi. Az egyfőre esett továllások száma most drámai módon megnőtt. Megnövekedett. Mondjuk. Ha az arányokat nézzük. Van tetkunk. A kettő pont. Két pöjt nekem itt így, barátság pöjt, egymást. Állatok vagytok. Tudod, mi volt a stúdióban? Forzalmas. Te ez. Tudod, mi volt akkor a stúdióban? Misított, sikítottatok, öblöttem. Folytam én. De mások lettünk. Mi csináltuk olyan tetoválást egymásra, picit az nagyobb. Ezt meg kell nézned. Tehát ezt légy szívesen. Egymásra csináltuk. Föl van írva, hogy Lonely Boy, de ilyen vastagodó rossz betűkkel. Alatta 3 pálcika ember, az is nagyon szar. És Pityú Zoli Laci, tehát ez még a kártellel egyszer mezőkövest környék, vagy mező, nem is tudom már hol, mindegy. Felléptünk egy ilyen fesztiválon, és akkor még benn volt Steve is, drága jó Pistikénk a zenekarba, és kérlek szépen, utána egy picit nem lettünk szomjasak, szokás szerint a kifutó, ugye, és akkor azt mondtuk, hogy volt egy tetováló szalon, Elviszéknek a tetováló szalonja, aki ott kitelepülve, éppen ott vartak, azzal, ha bemegyünk és tetoválunk egymásra. Barátság tetoválás. Jó. Bementünk, kiragadtuk Elvis kezéből a tetoválót. Ne, hát fertőtlenítés, éppen ott egy embert csináltak, majd leültünk, de! És leültettük egymást, és elkezdtük egymást, a pálcikai, Pityú Zoli Laci, ott tényleg ömlött a vér, tehát ez borzalmas. De jól is sikerült. De mindenkinek ugyanez van? Hasonló. Hát, vagy... Tehát olyan, hogy én egy ilyen baseballütős ízét tetováltam egy ilyen pálcikai embert, azt hiszem a Pityúra, és kicsit rosszul sikerült, mert nagyon hosszú lett a karján Alien, 2 ujja van összesen, és egy ilyen nagy dorongot fog baseballütő gyanánt, és hát szenzációs, és másnap felébredek, és azt mondom, hogy ú, de fáj a lábam, elestem, mi volt, lehorzsoltam. Beütöttem. Úgy néztem, ez
Gyönyör. Egyébként gyönyörű a kép, tehát azt hiszem, hogy a 3-tól 5 éves korig rajzol ilyet az ember. Ember, ugye? És itt kérdezgetik a többiek, hogy Zoli, nem tudom, fél, miért vagy mindig sportszárba? Hallod, jó a viszerekre. Utálom a bokafixet. Magasszárú, tornacipő és egyebek. Roli, jó reggelt, van egy közlekedési infód. Jó reggelt, sziasztok, így van. Gyakorlatilag a Csepelről a Halászteleki irányába, a második Rákóczi Ferencre lehetetlen eljutni. Én egy fél órát álltam most ott, egy építkezés miatt. Valószínűleg ez az elkövetkezendő napokban is fel fog állni, úgyhogy szerintem mindenki készüljön fel erre. És gyakorlatilag szembejövők is Halásztelekről feltolódnak teljesen. Köszönjük szépen neked, jó utat! Szóval nincs mit, köszönöm! Még egy nagyon fontos info, SMS-ben érkezett Gábor, sajnos még mindig kórházban vagyok, de gondolok rád Éva Záhonyból. Hogy Éva vagy rossz helyre ment, hát vagy igen, késő a klasszikus jött rossz helyre ment, leesett a kifutóra. De lehet, hogy ez a Garami Gabinak jött, ő meg ugye tegnap volt, tehát hogy már azzal se tudunk mit kezdeni, de átadjuk, hogyha meg nem ide akartak. Akkor tényleg nagyon rosszul van Éva. Ma küldte el Janina. Gábornak, de Éva, bárhogy is vagy, jobbulás. Hegyalja út Pest felé, itt nem idézném, hogy mi van, tehát áll, azt hiszem így korrekt a fordítás. M6-os 51-es kilométer Pécs felé külső sáv lezárva hídjavítás miatt. Béla papa írta ezt nekünk, az Ivekós. 0676450000 az SMS szám. Figyelj, láttál már olyan, ne, otthon vagy a témában, hogy láttál már olyat, hogy valahol egy magazin összegyűjtötte a világ legrosszabb tetoválásait? Mert olyat mindig lát, hogy van egy World Best Tattoo, és igen, akkor ott vannak ezek a csili-vili, csodálatos, igen, fantasztikus, de hogy a legrosszabb. Tudnék szerepelni. Hát ezzel igen. Az bármi, van egy pár. Azt nem utasd meg. Szóval, ja, nem arra gondoltam. De ezek olyan jók, ezek a kellemetlenek, tudod, amikor egy nagy lelkesedés. De az egy idő után az már olyan, hogy annyira rossz, hogy jó. Tehát van egy olyan határ, van egy olyan borderline, amit ha átlépsz, az már jó. A múltkor volt pont egy kép, emlékeztek? A mennyasszony arcát föltetováltatta a karjára a vőlegény. És hát gyakorlatilag nem lehetett. Igen, ott azt hiszem lehetne reklamálni, talán ki is javították, és megjavult a történet. És ott volt az, amikor az apuka, aki rajong a gyermekért fel, tetováltatta a kicsinek az ujját, ahogy tartja. És hát picit fejes, makkos. Ez melyik része a picinek? Fogta a gyereknek ugye a kezét, és tartotta a kis ujját, és egyébként az eredeti képen nyilván a marha, igen, kedves lehetett meg tök. De van, ez az vannak ember nagyon jó mesterek. Fölrakta rá, és kicsit olyan volt az érzés az egésznek, hogy hatalmas kézben egy kicsi, pici kis igen, répa. Tehát, tehát ez az olyan fajta jamaika, aki a pederaszta. Ja, igen. De hogy ott nincsen ez, mint az elélingbe szokott lenni, hogy aztán megnézik a tükörbe, és együtt büszkélkednek. Ez már egy fényképes. Hoppá, elment a villany, na majd otthon megnézed. Majd megnézed és lefotózod. És másnap elköltözik a tetoválaszoló. Ja, igen, csak egy üres üzletet talál. Egyébként Argentinában volt egy ilyen, hogy tudod, a Boca meg a River, az a két óriás ellenség, a két csapat, és egy River szurkoló... Vagy fordítva talán, nem, azt hiszem, egy River szurkoló tetováló mesterhez bement egy ember, hogy Boca címert szeretne hátára. Jó, feküdjön. Már is csinálom. Fogta is egy River címert. Megcsinál. Azt képzeld el, mint a frazistának, hogy itt egy új, tessék, Újpest hátára. De hittettem! Kitépte a haját az ember. Ebben az esetben jó lesz, lehetne. Nagyon jó lesz. Holnap a Szecskában nem tudok menni. Sajnos nem tudok menni, de miért nem? Nem tudok menni. Miért vagy mindig hosszú pólómat? Nem érdekes. Nagyon rossz. Ebben az esetben is lehetne reklamálni, csak úgy, mint az az angol nő, aki 8 éves korától kezdődően panaszleveleket ír mindenkinek. 8 éves volt, amikor a nagypapával elmentek a húsliba, és nagypapa lőtt egy babát neki, egy ronybabát. Lőtt azonban, egy várjál, nem, ez koszos volt ez a ronyba. Ma nagyon szépen lőtt a nagypapa, és ott valószínűleg nincs ez az elállító sztori, tehát mit én, egy 100 fontból már meg tudsz csinálni egy jó babát, hogy lejöjjön, neked és a tiéd legyen. Koszos volt a baba, megírta a levelet, és ezzel elindult a panasz áradat. Azóta a nő gyakorlatilag minden nap ír panaszos levelet, már könyvet is kiadott arról, hogy hogyan kell panaszlevelet írni, tehát csak kézzel írd meg, ja, nincs az alig 1000 oldalas bevezetés egy kísérlet vázlataiba című. Igen, körülbelül így. Nagyon fontos, hogy a kár esemény
lény, ami miatt te fölhúzod magad, ez a megtörténte után egy órával legalább fejezd be a levelet, mert akkor még friss az élmény, megvan benned a kellő düh, és megvannak még azok a részletek, amik ezek igazán fontosak. Tehát ő egy ilyen hivatásos panaszkodó. Így van, gyakorlatilag ebből él azóta is, mert mindenki fizet neki. Ja, igen? Igen. Tehát neki be is jött az élet, mindenhonnan jóváírásokat kap. Mi egyszer reklamált azért, hogy egy ilyen függés műzliben szerinte nem volt elég a füge. És akkor írták neki, hogy de be ennyi kell lenni, 15% füge. Az lehet, hogy 15%, de nekem ez kevés, önök többet ígértek. Füge. És küldtek neki minden 6 raklap műzlis fügét, amivel nem tudom, mit lehet kezdeni, valószínűleg eladta. Ez egyébként úgy tűnik, hogy a csajnak a reklamációi a 70% az jogos, és 30 nem. De tudjátok, hogy van az a típus, akinek minden rossz. Hát igen. Mondjuk neki az a szerencséje, hogy egy olyan kultúrkörben panaszkodik, ahol mondjuk ezt így elviselik, meg kíváncsi lennék, mondjuk belső Anatóliában pampogna egy kicsit a izé miatt, a nem tudom miatt, a gírosz miatt. És egy ilyen emberten a jobban jobb kért kombinációval. Rendbe tennék a panaszlevelet. Mi? Na, hogy hónap nem jössz. Mindjárt várjál, csak mondjad, mi a baj? Hogy az mindig fölmerül bennem, hogy amikor például étteremben vagyunk, van egy ismerősöm, aki, tehát tudod, hogy hova mész be, tudod, hogy nem első osztályú hely, de jó a kaja, átlagos, van rántott hús, van sült krumpli, van pörkölt, minden jó, de ne várd azt, hogy majd ki lesz díszítve a tányér frissen faragott 10 éves zöldségdíszekkel, igen, szárított petrezselyben van körbeszórva, na bum, és akkor ilyenekért elkezd pempögni. Maga szerint ez tálalás? És így néz a pincér. Jaj. Hogy mi van? És az a legrosszabb, aki a kaja előtt. Tehát előtt, hogy legalább vártunk, mi hozzá, kérlek. Legalább együk meg. De csulás hamburger. Ilyenkor azért a pincér nyilván jelzi neki finoman, hogy nézze, hogy azért ez egy rántott szelet petrezselymes burgonyával, meg egy kis uhorka salátával, azért ez itt tudja, hát ez most nem egy olyan catering, ami nem tudom, hogy egy Michelin csillagos étterembe jár, tudja. Ez csak egy faloda, érted? Tehát, hogy egy kifőzde, egy Laci konyha, tetszik érteni, hogy minek? Oda nem kell. Nem is passzol hozzá. Hát meg akkor nem kell bemenni, tehát mert az ki van írva. Általában látod az árakból, hogy mi az, amit ők tudnak, hogy mit fogsz kapni a pénzedért, de egyébként, ha jó a kaja, utólag már nincs mit reklamálni, de előlegesen, ahogy Zoli mondja, az meg tök fölösleges. Az rossz. Nagyon meggondolatlan. Hogy ilyen esetben te mit csinálnál pincérként például? Hát, jobb a jobb térd. Én ezt mindenképpen ragaszkodom. Bevinni? Hát, érdetellet, hogy... Ha nem jön be neki a szárazol petrezselyem, pincér beviszi, és kiviszi. Érted? Lefújja róla a száraz petrezselyet, aztán kész. Volt egy film, egy tini film, amikor azt mondja, elnézést, cukros a bundás kenyerén, nem szeretem. Már is, egy pillanat, már is csinálom. Elvitt a bundás kenyeret, vagy kijött valami másért, hozott ezen tejet, és a bundás kenyérnek a lenyomat a nyanadrágjába benne hátul, tehát tisztán látod, hogy ott van benne a popóba a bundás kenyér. Bement hátra, és lenyalta róla. De visszatette, itt a másik bundás kenyér, tessék, ez cukor nélkül. Köszönöm és szépen! És akkor ilyen többiek, aki látta, hogy hol volt a bundás kenyér, nézte, hogy eszi! Ti reklamáltatok valamiért, ami így később kiderült, hogy hát kicsit jogtalan volt? Nagy volt egy meleg sör. Meleg sör? Aha. Hát én nem szoktam reklamálni semmiért, de a meleg sör az nagyon rossz. De nem szólt egy szót sem. De nem kaptam még meleg sört. Hát azért van egy pár nyári fesztivál, ahol belecsúszik az ember egy ilyen balesetben, hogy meleg sör. Hát de akkor már nem érdekel. Akkor már teljesen mindegy. A csaj ilyeneket szedett még össze, hogy 150 font értékű visszatérítés egy rossz kalapács miatt. Tehát, hogy ott például mire reklamálsz? Mozog a feje? Hát igen. Akkor meglendítettem, elszállt. A kalapácsnak. Kinek lenne vajon? Te figyelj, és a levelei megjelentek gyűjteményes formában? Mert igen, mondtad, azt mondom, a könyvben benne van az összes levél, plusz az ő jó tanácsai. Ja, még azért, hogy kell írni ilyen. Igen, ilyen levelet, csodális. Ilyen jellegű levelet. Na, fölhívjuk már is dr. Fülöp Zsuzsannát, a fogyasztóvédelem szóvivőjét, aki talán már itt is van velünk a vonalban. Jó reggelt, szia Zsuzsa! Igen, itt vagyok, jó reggelt, sziasztok! Nem tudom, hogy hallottál-e bennünket eddig, ugye egy angol hölgyről van szó, aki aztán elkezdett reklamálni, és gyakorlatilag azóta is együtt él ezzel a dologgal, és sőt, nem hogy együtt él, hanem ebből is él. Hát hozzátok is folyik be egy csomó minden. Most hagyjuk azokat a klasszikus és egyébként korrekt dolgokat, amivel ti egyébként foglalkoztok. Olyan ügyekre kéne rámenjünk, amire te is azt mondod, hogy ajajaj. Igen, hogy a Zoli által javasolt megoldást támogatnál te is, hogy bal csapot jobb tért. Igen, természetesen azért jó, előfordulnak hozzánk is olyan panaszok érkeznek be elsődlegesen, hogy a megyei felügyelőségekre,
ide a központban is, ami eltér a megszokottól. Tehát nagyon sokszor vannak olyan, ami megmosolyogtatja a kollégákat is, bár nyilván a kellő komolysággal kell, ugyanúgy kell kezelnünk ezeket a bejelentéseket, illetve a panaszokat is, de természetesen azért van olyan, amikor például arra, már nem kifejezetten élelmiszer, de van, amikor olyan sláger bejelentések vannak, például a húsvét időszakban többször jött olyan, hogy ajándékba vásároltak törpenyulat, legalábbis törpenyulnak adták el, és utána arra panaszkodik a fogyasztó, hogy olyan hatalmas lett a nyúl, hogy igazából igen, nem tudnak velem közdeni. Igen. Csináljunk valamit, mert hogy ez megtévesztés volt, ami egyébként elő is fordult, de nyilván ezeket nagyon nehéz utána felkutatni, és hát pontot tenni az ügy végére, de hát van változatos, nagyon van olyan fogyasztó is, aki arra panaszkodik, hogy a reggeli kis feles, amit vásárolni szokott, az már nem a régi minőség, és hogy hát ellenőrizzük le, hogy... És azt mondja, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt az még jobban hatott, vagy miért? Nem lehet, hogy arra kéne gondolni, hogy kicsit beleszoktál az alkesz létbe? Az alkohol igen, tehát nyilván ez is lehet, de pontosan ezt kifogásolják sokan, hogy már nem olyan, mint régen volt, és hogy valamit de tegyünk. De ők levélben, vagy pedig személyesen bemennek, és az egy kicsit szíven, ez putyafosszal, ez már nem, ez már nem hiabban. Változó, van, amikor személyesen, és hoznak termékmintákat is, de van, hogy levélhez van mellékelve, vagy ráragasztva cellukszra a termékminta, tehát már volt, hogy levélen kenyérmorzsák voltak cellukszra rögzítve, és azt kérték, hogy vizsgáljuk meg, hogy ez valóban teljes kiörlésű vagy sem. Meg volt olyan is, hogy élelmiszerben szöget, vagy valamilyen egyéb dolgot talált a fogyasztó, és azt mellékelte a levélhez. Úgyhogy ilyenek előfordulnak, de hát az is nagyon aranyos volt, amikor arra kért minket a fogyasztó, hogy igazoljuk neki, hogy ő nem tud zongorázni, mert hogy ő kapott ajándékba egy zongorát, de nem tud vele mit kezdeni, szeretné visszaküldeni, pénzt visszakapni, csak hát kéne egy igazolást kiállítani, hogy ő nem tud zongorázni. De várj, ezt a fogyasztóvédelem írja meg, hogy kedves zongora szalon, alulírott, mint a Fülöp Zsuzsanna, igazolom, hogy Kovács István, a zongora tulajdonosa, nem tud zongorázni. Igen, tehát pontosan ezt várták volna tőlünk, nyilván nem lehetséges, de természetesen ilyenkor azért megpróbáljuk az egyéb fogyasztóvédelmi jogairól tájékoztatni, hogy a helyzetről egyáltalán a fogyasztót, hiszen sokszor ugye itt az a probléma, hogy nem igazán tudják az emberek, hogy mihez van joguk, hogyan kell reklamálni, mit kérhetnek egyáltalán, és sokszor ugye az okoz felháborodást, hogyha nem úgy, nem azt a választ kapják a kereskedőről, amit ők szeretnének, akkor igen, ez a következő lépés általában az, hogy a hatóságnak a segítségét szeretnék igényelni. Mondjuk az is jó fejrokon, aki ad egy zongorát, nem? Igen. Hogy na, Lacika, tanuljál meg, jó? Kicsit elvesztette a fonalat, tudod, hogy, ízé, hogy itt van egy zongora karácsony, mi van? Tehát most nem tud zongora, semmi közel nincs hozzá, és kap egy zongora. És ilyenkor például, tehát hogy így elviekben vissza kellene nekik fizetni a pénzt, hogy mondjuk kapnának például egy ilyen igazást, hogy igen, felelősségünk teljes tudatában állítjuk, hogy Horváth József, XY, blablabla, budapesti lakos, nem tud mit kezdeni Bartók Béla 10. zongora szvittjével, füllel hallható. Tehát, hogy ilyenkor azért ő visszakaphatná a pénzét? Nem, természetesen nem, hiszen itt csak akkor kaphatna, vagy akkor beszélhetnénk egyáltalán pénzvisszakifizetésről, hogyha minőségi hibája van a terméknek, és egyébként nem lehet sem javítani, sem cserélni. Tehát itt van egy sorrend, és sokszor az emberek ugye mindig a pénzt szeretnék rögtön visszakapni, mert jellemzően a legnagyobb probléma az, amikor nincsen minőségi hibája a terméknek, csak pusztán nem tetszik, nincs rá szüksége, rájön, hogy nem tetszik a színe, nem jó a mérete. Ezek nem minőségi hibák, viszont sokszor az emberek ilyenkor is reklamálnak, hogy szeretnek reklamálni, bár én mindig azt mondom, hogy alapvetően megvan a lehetőség, hogy panaszt tegyünk, reklamáljunk az üzletben, hiszen ezt megfelelően kezelnie kell egyébként akkor is az üzletnek, hogyha nem jogos a panasz, mert hogyha írásban például, vagy szóban fordulunk az üzlethez, akkor neki válaszolási kötelezettségük van, amit viszont ha elmulaszt, akkor akár fogyasztóvédelmi eljárás is lehet a vége. De ilyen, tehát, hogy van ilyen pénzvisszafizetési garancia is? Tehát, hogyha például mondjuk a Zoli elmegy, és akkor mondjuk a faterjának a képét felvarratja magára egy, hogyha mit tudom én, egy félhátas tetkob, utána megnézi a tükörbe, és nem annyira hasonlít a kedves papára, akkor ő visszakaphatja emiatt a pénzét? Hát végsősorban ez is előfordulhat, hiszen ha nagyon lejobbítjuk ezt a dolgot, akkor itt megállapodtak valamiben, és hogyha nem úgy történik a teljesítés, ahogy ők abban megállapodtak, akkor még ez is előfordulhat, bár nyilván itt az eredeti állapotot visszaállítani
viszonylag hát problémás lenne. Na most ebben az esetben, tehát tételezzük fel, hogy Zana papa fönn van a hátadon. Olyankor hogy bizonyítjuk? Várjál, beviszem az öreget. Tehát apa, gyere már velem, nézd meg, hasonlítsa össze. Na, ez szerinte, maga szerint ez az, tehát akkor mi a bizonyítás? Zoli felvetette Verebé Iván nevét. Itt egy, akkor például félpénzt visszakaphat. Fűri meg a strucc. Így van, de a család barátjához viszont hasonlít. Tehát ilyenkor így megy a bizonyítás, hogy vinnem kell mondjuk apámat? Hát igazából ilyen esetben én még nem találkoztam, de mondjuk, hogyha életszerűen nézzük, akkor nyilván ezt az üzletben kell minden esetben megpróbálni helyre rakni a dolgot, és hát ha nem sikerül, vagy ott nem vezet eredményre, akkor lehet igazából tovább lépni. Persze nagyon sok kereskedő vállalkozás úgy gondolja, hogy a legfontosabb az elégedett ügyfélfogyasztó, és azért inkább megpróbálja a saját eszközeivel elrendezni a dolgot, vagy megegyezni a fogyasztókkal. Általában azért ez a legjobb megoldás, de sokszor azért ez nem így működik, és van, amikor tényleg igaza van a fogyasztónak, de nem akar semmit a vállalkozást tenni, de van olyan is, hogy igazából a fogyasztó olyan dolog miatt reklamál, amihez nincsen igazából joga, vagy aha, nem na kell, hogy valamit kapjon. Alapvetően ugye pénzvisszafizetésről beszélünk, de kártérítést, azt szoktak megítélni bizonyos esetekben, vagy volt már egyáltalán erre példa Magyarországon? Mert ez a hölgy, akiről mi beszéltünk, ez ebből él gyakorlatilag, hogy ilyen panaszos leveleket írogat, és mindenféle kártérítési összegeket kap emiatt, vagy utalnak ki neki. De hogy itt most csak pénzvisszafizetésről beszélünk. Igen, a pénzvisszafizetés az más, tehát akkor, hogyha valóban van mondjuk valamilyen minőségi hiba vagy probléma, akkor ebben az esetben ez fennállhat. A kártérítés az abból a szempontból más, hogyha az a probléma, ami fennáll, az valamilyen bizonyítható kárt okozott a fogyasztó részére, akkor igen, elvileg bírósági úton ő kártérítés iránt perelhet, tehát egy bírósági eljárásban kérhet kártérítést, ez már egy más kérdés, hogy a bíróság ezt mennyire tudja megítélni, vagy mennyire veszi bizonyítottnak azt, hogy neki valóban bizonyítható kára származott abból például, hogy hibás volt mondjuk a televízió, vagy akármi, hiszen persze előfordulhat az, hogy ez kimutatható, bár általában ez olyan esetekben igaz, hogyha mondjuk felmerülhet mondjuk járatkéséseknél, repülőutaknál az, hogyha járatkésés, járattörlés van, és neki kimutatható, hogy ezért mondjuk lemaradt valamilyen fontos konferenciáról, szállását kellett lemondani, stb. Akkor ezek már kézzelfogható, bizonyítható dolgok, de egyéb esetekben nagyon sokszor ugye szubjektív körülmények vannak, hogy nem kimutatható károk, és ugye bár nem vagyoni kárért is lehet perelni, de hát ez azért Magyarországon nem úgy működik, mint mondjuk a tengeren. A repülőgépen van panaszkönyv? A repülőgépen? Beírnék. Hát persze. Elvileg csak üzletben olyan helyen kell panaszkönyvet vezetni, ahol termékértékesítés van, tehát ahol konkrétan eladásra kerül valamilyen termék, persze kell, és akkor ott ugott találni. De étteremben is van, Zsuzsa, nem? Étteremben is van panasz. Igen. Ja, mondjuk tényleg, de hülye. És ha már említetted a nem kimutatható károkat, akkor azzal mi a helyzet, Jani, akarsz róla beszélni? Ha például nem úgy sikerül egy ilyen testszépítő, nagyobbító, formáló műtét, akkor olyankor például van lehetőség arra, mert mostanában ezek nagyon divatosak, tehát, hogy tisztelt még akár bíróság, fél, igen, nézzék! Ezt nézzék meg! Maguk szerint ez 2 centivel hosszabb? Maguk szerint ez most pici? Komolyan, tehát ilyenkor például van, mert hogy ez már egyfajta egészségkárosítás kategóriába is tartozhat. Tehát, mert nagyon sokszor lehet hallani azt, hogy például a hölgyek megcsináltatják magukon valamelyik testrészüket, és az nem úgy sikerül, ahogy kellene. Ilyenkor például lehet mondjuk kártérítést kérni, vagy pedig csak egy korrekciós műtétre van lehetőség. Hát igen, ez az eset, ami viszonylag bonyolultá tud válni. Itt igen, itt kártérítés iránt is lehet, itt már abszolút bíróság tudja eldönteni ezt a kérdést, tehát oda kell elsődlegesen fordulni, itt már a fogyasztóvédelem nem igazán lehet hatásos megoldás. Viszont hát az is kérdés egyáltalán, hogy az orvos, aki végezte a műtétet, hogyan áll ehhez a kérdéshez, mert lehet, hogy ő is már belátja, és jobbnak látja mondjuk egy peren kívül megegyezni, illetve vagy az egész egészségügyi intézmény gondolja, hogy jobb a peren kívüli megegyezés, mint egy hosszadalmas eljárás. Hát ez változó. Ilyen jellegű panasz az ideig nem igazán érkezett hozzánk, ami szépségi beavatkozással kapcsolatos, bár most... Elintézték, valószínűleg kettesben. Igen, de van egy olyan terület, ami most fokozottan azért a figyelem középpontjában áll fogyasztóvédelmi szempontból, és sajnálatos módon a kuponos akcióknál mostanában nagyon sokszor megjelennek ilyen szépségi beavatkozások is, ahol különböző kedvezményeket adnak a cégek, hogy ott végeztesse el a fogyasztó ezeket a beavatkozásokat, és hát nagyon sokszor az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy önmagában egy ilyen beavatkozás egyéb költségeket is magával, bizony, és ebből szokott nem probléma lenni. Nem szabad megölni az ilyeneknek, hogy félsek fél áron. Igen, ezt akarom, hogy fél pénzünk félnál.
Jó, van, Zsuzsa, köszönjük szépen neked, előrébb vagyunk, és azt hiszem, hogy mi is tettünk ehhez a beszélgetéshez. Vért nagyon sok voltál, mint mindig. Értékeset. Aranyosok vagytok, köszönöm. Köszönjük szépen, dr. Fülöp Zsuzsana, a fogyasztóvédelem szóvivője. Ciao. Szép napot neked. Szia, 2 perccel múlt el 8:30, a hírek után jövünk vissza. 8:49, még 1:14 keresztül hallhatjátok ezt a sípolást, amikor Gangsta Zoli fölveszi a fejére a mikrofon, vagy a fejhallgatót. Sípoltam? Egy picit csak, de azért van, tudod, mert igen, te még nem hallod. Igen. Nincs rajtad a füles. Igen. Érted? Ennyi. És miért sípolt? Mert összegérjed a mikrofonnal, állítólag. Nekem ezt mondták, hogy ez lehet azokat. Nem sikerült megtanulnom, annyira ritkán vagyok itt. Nem, hogy a Tibor. Te gyakorolni? Jó, holnap jön a jó. Tibor? Holnap jön? Bejössz te is? Holnap nem tudok. De... Holnap sajnos más dolog. Kedd, az kasza kedd. Ha ügyes lennél, neked is lenne egy, mit, egy szerda, Zoli szerda. Nem akarok ügyes lenni. Figyelj, szoktatok ti próbálni? A zenekarral? Hogy a stylistoddal. Hogy ne szoknál? Ott van az a fedett, a kifutó előtt mindig próbálunk. Nem, hát hogy ne szoktánk próbálni, főleg az utóbbi időben, mert volt egy időszak, amikor azt mondtuk, hogy próbáljanak az ügyetlenek, meg az amatőrök. Amatőrnek próba kell, profinak előleg. Ezt gondoltuk annak idején, de ez most megváltozott, mert hogy most annyi új dolog van a zenekar körül, meg tényleg most 2 évet ad új konstrukcióban működünk, és ezért aztán próbálunk, mert azt gondoljuk, hogy az egy jót tesz egy zenekarnak, és lám tényleg. És mit ad Isten? Így van, hát a koncerteken az látszik, hogy ezek próbálnak. Magad sem gondoltad volna, de jó. Hát nem is kapták meg az előleget, mégis tudnak játszani. És van foganatja, tehát új dolgok születtek? Abszolút. Hogy ne szó, hogy de szép! Jó, hogy kérdeztem a lányát. Annyira nagyon komoly vagy. Ferenc, látszik, hogy ezt csinálod ideje, ezt a munkát. Ha már annak nevezhetjük ezt. Ez az? Igen? Aha, miért nem? Jó, te bejössz itt, villogsz. Hát egyszer szórakozni, igen. Nehéz, de sokszor. Minden fizetett szórakozónak lenni, azt én tudom, milyen hétvégenként fizetett szórakozónak. Na szóval mi van? Van új zene? Van új zene, új klip is készülőben van, bár nehéz volt megtalálni a stábot, most már talán az megvan, úgy néz ki, hogy megtaláltuk. Aki ingyen megcsinálja. Így van. Nehéz volt meg. És beletrafáltál a kellős közepébe, úgyhogy válogattunk hosszú ideig. Mondjatok igen, mert ti vagytok az utolsók, akiket felhívtok. Tényleg. Különben nem csinálom klipet. Nincs klip. Anyám csinálja meg kis fényképezőgéppel. De nem, de megtaláltuk a stábot, most egy kicsit időpont egyeztetés gondban vagyunk, mert ugye a zenekar szana elgurult, mint az üveggolyó, ilyenkor, amikor nincs meló, akkor szanaszéjjel vagyunk, és nehéz egy kicsit azt összeegyeztetni, hogy mindenkinek megfelelő legyen az időpont, aha, de ez is sikerrel fog járni most már lassan, és akkor meg lesz az új videoklip, és ehhez van természetesen egy új dal, mert régi dalra minek csináljunk új videoklipet. Nagyon jó vagy. Utaság lenne. És azt fogjuk meghallgatni 9 után? Szerintem igen. Szerintem igen, az új lemezen van rajta, csak ez egy másik verzió. Képzeld, hogy készült egy mivel, hogy nincs erő. Ja, erő. Című dal. Itt kimaradt egy erő. No power. Ez leadható rádióállomásban 9 óra után? Az imént kezdtem el kicsit fogalmazni. Kicsit remélem a szöveg, nem? Igen, nem, a szöveg ugyanolyan hosszú, csak máshogy van megfogalmazva, ugyanaz a aljasság. Aha. Mert azt egyébként gyűlölöm, amikor így kisipolják a szavakat, vagy rá kihagyják üresbe. Egyébként a rapben az nagy divat volt egy időben. Aha, azért nem is hallottam. Igen, nem szeretette azt a műfajt. De én, figyelj, ez egyébként egy olyan dal, ami kicsit ilyen, pont arra szoktam büszke lenni, hogy ez nem crossover, amit mi csinálunk, ez pont az egy picit, de nem, ennek nem tesz rosszat. Uh-huh. Hát ebbe ez egy ilyen kicsit ilyen Piero tollából van a muzsika. Még. És aztán mi hozzátettünk. Hát persze, mi nagyon nagy barátok, ő volt a zenei rendezője ennek a új lemeznek, hát, decemberben jelent meg. Hát gyakorlatilag az első albumotok volt akkor vele. Így van, de nem minden album volt, amikor egy picit elment tőlünk, és akkor volt egy-két lemez nélküle, és most visszatért. Akkor játékprogramokat fejlesztett éppen. Igen, de azt most is csinálja. Aha. Abszolút. Sürgős arcfestés. Mi arcfestés az már régen volt. Sürgős arcfestésből kifolyólag nem dolgozott veletek egy darab. Nem, de ő is zenélget. Most és van egy új zenekar, a projekt. Olyan gitárzenekar van, hogy 8 gitár, 8 dob. Tehát, de nem, de tényleg egy dobos van, és rengeteg húros hangszer. Azt én nem tudom elképzelni, hogy a Piero megőrül a gitárra.
nem úgy gitár, tehát ez, ez tudom, milyen ilyen, nem, nem ilyen kicsit ilyen sudden-re van, gondolottak, úgy érzem. Mi sose szoktunk, tudod, nagyon jó. Nem rajtam, szóval, de a barátomat meg kell, hogy védjem. Na, meg kíváncsian várjuk akkor majd, hogy mi lesz az a gitár. Nézzétek meg, egy nagyon érdekes hangszerelésben vannak a dalok. A 8 gitár az mit jelent, hogy egy játszik, 7 tartalék? Hogy 7 plusz 1. Hát szerinted mit? Te édesapa. Én még soha nem hallottam olyan zenekart, ahol megtudom. Nem, 8 gitár, csak úgy mondtam, ez egy költői túlzás volt. Hát ne csináld már ezt velem, légy szíves. És ilyen lesz az egész album, mint ez az dal, amit megmutatunk? Nem lesz, ez várjál, ez a lemez, ez megjelent, adtam neked belőle egy darabot. Mindenki hallotta, ugye? Nekem, neked van. Ez december 1-én jelent meg, gyönyörű szépen, és Hatalmat a népnek címmel. Csodálatos. Igen, üzenet. Holdról. És kérlek szépen, ez egy rendes rap lemez, de ez egy kicsit ilyen kilép a stílusból. Ebben minden van, ami kell. Na jó, ez egy nagyon érdekes, és ez egy olyan verzió, ami nincs rajta a lemezen. Ho-ho. Exkluzív bemutató, yes. Aztán ezt így mondják, jelentsen bármit is, ahogy szoktuk volt mondani. Kora reggeli 15-20 perces késések 35-40-re nőttek a Vác-Dunakeszi nyugati vonalon, M7-esen a Körösmenti Völgyhíd Balaton felé vezető oldala útmunka miatt lezárva, Zimzunküldi Bascsomópont Pest felé pedig áll, ezt meg Pocoktól kaptuk, köszönjük szépen, és akkor most pedig jön a játék. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Jó reggelt kívánunk, kedves játékos, akinek a neve Sisi! Hello, sziasztok! Hello. Jó reggelt! Hello, honnan telefonáltál? Albert Irszáról. Festői, ott voltunk egyszer kitelepülésen. Igen, ez bizony, nagyon a pékségnél. Jó. Bizony, úgy én is kint voltunk a kislányommal. Nagyon jó volt. Tényleg jó volt, beletekintettünk egy picit a pékek korai munkájába, mert a miénk is korai, viszont kenyér sosincs belőle. Sisi, jön az első kérdés. Igen? Hát máshogy van belőle. Jön az első kérdés, egy dedikált nyakba akasztó lehet a tiéd. Melyik világhírű rapper játszotta a 8 mérföld című film főszerepét? Nem merem. Azt mondta Rákóczi Feri, mondjam. Nem túl népszerű egyébként, csak 100 millió albumot adott el világszerte. Mondhatom helyette? Pedig én akkora rapperista vagyok. Na, a rapperista? már jó, hogy mondtad, az már csodálatos. Profizmusról tanúskodott. Világhírű rapperista. Igen, és nem. Mérföld, és fogadni merem, hogy IC. Magyar. Nem. Nem. Ha nem? Mérges nem, az Ice-T egy kicsit fehérebb és kicsit újabb. Kicsit fehérebb? Aha, aha. Egy szőke fiú. Igen, van. Na, ne csináljuk biztos már. Van Emmy díja. Jó, nem? Zoli. Biztos van Emmy díja, nem? Nem. De mondd már, hogy milyen díja van a nem elé? Jó, akkor nem tudom. Dehogy nem. Nem á. Sisi, Emmy nem. Emi nem, hát jó. Azért mondtam ezt a bűdületes baromságot, hogy biztos van Emi díja, nem? Amikor azt mondta... Jó, Emi díj, jó. Figyelj, jó, igen, csak nem vágtam le. Tényleg nem akarok cinkelni, de amikor azt mondtad, hogy nagy rapper vagy, akkor mire gondoltál, hogy szereted Geszti Pétert? Nem Geszti Repülő Pétert, hanem nagyon öreg vagyok Geszti. Már én ehhez. Ja. Giovanotti. Ja. Híresen. Meg az akkori rapperisták. Sajnáljuk. Akkor ez megvan. Ez van egyébként, de az Oven Messi-ra jelentkeztem, csak mondom, megpróbálom akkor a hármas ugrást, a kedves Anna felhívott, hogy köszönöm szépen neki, de sajnos ez hát nem jött össze. Nagyon sajnáljuk. Jó, további szép napot nektek, köszönöm a lehetőséget, sziasztok! Csau, szép napot! Hello. Elkeseredtem. Hármas ugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Jó Giovanotti rappet is meghallgatom. Az igen. De majd otthon. Funky groove. Fú, mint anyám. Nagyon barát. Nem, azt is szeretem. Te szeretted? Ha nagyon, persze. Aranyos mint vagy. Rapper. 5 perc múlva lesz 9 óra. Akkor mivel megyünk? Mi a? Nincs erő. Gyalog. Gangsta Zoli lemezbemutató, új dal bemutató percek következnek. Csodálatosak vagytok. Nagyon. Nincs mit. Mert nem tudom, megköszönöm. Nincs erő. Köszönöm szépen, kedves fiú. Nagyon aranyosak vagytok. Jövünk tényleg a hírek után. És Gangsta Zoli. Hej. Meg is ipoltam. De egy picit csak, de nem érdekes. Jó. Most már ezt elnézzük a dal után, nincs erő, ez volt az, egy light-os verzióban. Figyelj, abszolút jó, abszolút befér ide is. Jó, de helyes vagy, köszönjük szépen. Sokan írják, hogy egy picit haja az a régi való világ néhány jó dolog, az a vonal, ez teljesen normál, így van.
Nagyon szépen kimagyaráztad, még mielőtt ezt neked szegeztem volna. Ezt nem kell nekem szegezni semmit. Na, itt vagyok, csak tartottam a zenészerkesztőnk ajtaját, hogy nem... Kirobbanja, tehát ez nem volt olyan, hogyha nincs poszt, ha nincs poszt raktátok volna be, ami kicsit más felfogásodal a lemezről, akkor azt mondom, hogy jó, rendben van, már valószínűleg jött volna a 80 ezeres büntetéssel. Figyelj, hogyha mondjuk évet nézünk, vagy dalt, vagy érát, ahogy szoktak mondani a zenei újságírók, akkor a Kártelnek melyik volt a legsikeresebb időszaka mindenféle tekintetben? Azt most komolyan mondom, hogy most. Most? Aha. A legtöbbet most megyünk, és a legjobb koncerteket most adjuk. És most van az, hogy olyan rajongótáborunk van, akire mindig számíthatunk. Tehát kialakult egy olyan, és ez 15-től akár 60-ig, érted? Tehát mindig vannak üzletemberek, tínédzsek, rockerek, akik a rappet szeretik, rapperek, én gatyás tyúkok, van minden. És az abszolút tök jó dolog, hogy most megvan az a közönség, aki de mi, tehát ránk van szüksége, érted? Tehát ezt a zenét szereti, hogy mit csinálunk, tök jó dolog. Megtaláltuk magunkat is, meg a közönségünket is. A Retro DJ például biztos, hogy beletartozik, mert ezt írta, hogy jó az a vonott én magyarul. És várja, jó az új Kassa Tibi dal, az a legszebb dicsére. Köszönöm. Ezt kimásoljuk majd neked, ezt hogy magaddal vijek, jó? De nagyon jó a dal, Zoli, végre Zoli a legnagyobb, csókollak, meg ilyenek. Tehát szerintem bent vagy. Még lehet, neked van ebben a szakmában. Még lehet. Hát, hogy annyira lehet. Még van egy jó, nem tudom, egy jó 20-as. M3-43-as kilométernél Szeged felé rendőrök bográcsozáshoz készülnek, Balukán írta, tehát valószínűleg ottan mérés lesz, erre figyeljetek oda. Valamelyik egy kis tányérrel. Lehet tunkolni. Pécset mérnek a temetőnél, a kora reggeli 15-20 perces késések 35-40-re nőttek, az emberek nem férnek fel a vonatra, ez valószínűleg 60 napig fog tartani, Laci írja nekünk, mert hogy pályafelújítás kezdődött. 0676450000 az SMS számunk, jöhetnek a közlekedési információk. Következő témakörünkben egy televíziós vetélkedőt fogunk elővenni most, de nem az a téma igazából, vagy legalábbis én nem arra szeretném kihegyezni, ez nem más, mint az X-faktor, amelyben az egyik adásban megjelent egy szolfés tanárnő. Pont most olvastam ezt. Olvastad? Aha, akkor tudsz mindent. Kőkemény az. Nem tudtam eddig semmit, mert ezt véletlen beletrafáltam. Én annyira nézem ezeket a műsorokat, hogy gondolom, tényleg, hát csak az a dolgod. Ha nem tudsz otthon lenni, akkor fölveszed és megnézed másnap. Elsőként ugye Szikora Robi húzta le a produkciót, bár ez sem igaz így, ő a gonosz ellen harcol, igen, Robink. Többször keresztet vetett közben. Szegény. Igen, és azt is elmondta, hogy nem a bűnössel van a baj, hanem magával a bűnnel, ezért ő nemmel szavazott, nem támogatja azt a műfajt, amit Mitru Tímea képvisel. Mitru Tímea oda ment, mindjárt belehallgatunk, mert én magam sem láttam ezt az adást, de megvan. Szerettem volna kérni. Vagy egy picit hallgassunk bele Mitru Tímea előadásába. Ő egyébként egy szolfés tanárnő. Na, hajrá! Figyelj, így énekel a Timi. Reméljük ez most. No. Igen. Hát kicsit kemény eddig. Meglobálta a haját. Ide, király! My God! Ő az. Király! Oh my God. Ez mondjuk nem olyan jó rész. Igen. Hát, itt énekel. Oh. Ez világbajnok. Mit énekel? Az átbújik az ördög, az tetszik. Azért bejön, mi? Az király. Egyébként a csajjal kinézetre sincs semmi gond, tehát nem, nincs televarva, nincs átnyugatva. Pedig az kéne. Egy halálosan visszafogott kultúrát kis csajról van egyébként szó, aki ráadásul ugye zenék közegből érkezik, tehát nem csak hallgatja a zenét, meg művelő zenét, hanem ért is hozzá, így van. Aha, középhosszú vöröses haja van, és így egy teljesen, ahogy bejött a színpadra, a fekete póló mondjuk lehetett árulkodó, de nem... Ezt a részt ezt hát persze a zsűri nem igazán. Ez óriási. A zsűri nem tud azonosulni vele, igen. Az. Nem tud azonosulni az elején műfajlet, ugye alapvetően itt egy dallamos death metalról van szó. Dallamos death metal, teszed a grindcore-nak az a lazább verziója. Long now.
hogy szépen is tud énekelni. Igen, de nekem azok a részek, tehát azok voltak szerintem az erősek, amikor kibújt a sátánka. Tényleg, ez az szenzációs. Az nem tudom egyébként, hogy a hallgatóknak mennyire tetszett vagy nem tetszett, és ez most műfajtól független a történet. De maga a sztori, azért azt nem mondjuk már el igazából az egész történetet, hogy, mert hogy itt a sztori az nem az ízlésről szól alapvetően. Tehát, hogy elmenni egy X-faktorba, lenyomni egy ilyen típusú zenei produktumot, ez egy óriási dolog. Jó fejek voltak, hogy beengedték, jó fejek voltak, hogy az elősöletezőket nem szórták ki, hogy eljuthatott a képernyőig. Ez szerintem ez egy tök jó dolog. Az, hogy mondjuk adott esetben az Alföldi Robinak, vagy a Szikora Robinak, pláne mondjuk nem jön be ez a stílus, aha, vagy akár a Gesztinek, vagy maga, nem érdekes. Jó, nem is ez a lényeg benne, hanem mondom a fejleményeket. Szombaton lement ez az adás, akkor, amikor ennek helye volt. Hétfőn tíme a bement a munkahelyére, ez egy új budapesti munkahely, egy zeneiskola, ahol közölték vele, hogy a főemberek látták a műsort, és így nem szeretnének velem együtt dolgozni, tehát konkrétan kirúgták a munkahelyéről. Ha igaz a hírt, tegyük hozzá, mert ugye az, amit a bulvár ír, az adott esetben. Honnan hogy, tudod? Igen, hogy nem. Tehát, hogy előfordul az, hogy később megjelenik valami. Igen, hát itt van, itt ül mellettünk, Zoli, rendszeresen áldozat ennek a dolognak. Szóval, hogy ha igaz a történet, és tényleg eltanácsolták őt, és ezért tanácsolták. Az nagyon gáz. Akkor ők úgy tűnik, mintha nem 2013-ban Magyarországon nem léptünk előre semmit. Nem. Mondom az indokokat, amiket egyébként Tímea sem ért. A gyerekek tiszteletét nem tudnám így megkapni, nyilatkozta, hogy ez aha. volt az egyik indok, hogy mert van piercinge, meg azt hiszem ilyen nagy luk van a fülében. Uh-huh. Tudod, ez a kitágítós cucc van az ő fülében. Tehát ettől, ami azt mondja, hogy azért érdekes, mert már akkor is volt piercinge, amikor lediplomázott. Tehát, hogy a diploma osztón neki senki nem szólt, hogy így nem lehet pedagógus. Uh-huh. Hogy van neki piercingje. Hát szerintem, hogyha mondjuk egy pedagógusnek van mondjuk piercingje vagy fültágítója, az önmagában az azért sem probléma, mert hogy ugye még egyszer hangsúlyozom, 2013-at írunk. A mostani általános iskolák csak azok alapvetően nem a fehéringes, nyakkendős, érettségiző, zakos, jól fésült szemüveges bácsikat tartják példaképnek, vagy mennek utánuk, hogy hallgatnak. Hanem a fültágítós bácsikat. Hanem bizony a fültágítós bácsikat, vagy néniket. Tehát, hogy ezzel végül is mi a probléma? Szerintem a kinézet önmagában. Én úgy örültem volna, hogyha a Biohazard énekes a tanárom, hogy ez egy szenzáció. Ugye? Az én két gyerekem 5 és 3 évesen angol olyan oviba jár, ahol van angol nyelv oktatás. Enyém is. Nagyon nem oktatják, nem jó, tehát nem jó a szó, hanem van egy-egy foglalkoznak angol. Foglalkoznak vele. Igen. Van egy-egy angol anyanyelvű férfi velük, fiatal férfiak, akik jaj. Mondókázni tanítják őket, énekelnek, meg ilyenek. És az egyik fiú példának okáért, aki a Somával van, ő egy nagyon komoly rasztahajú srác, föltekerve hordja ekkorában a haját. És mit szól hozzá a gyerek? Imádja. Na, nálam, ennyi. Soma így kell föl reggel metálvillával, és az, csak a metál. Köszönöm, tehát ennyi. Most a Zozikám, az én Zozikám azt mondja, hogy miket szeretsz a legjobban. Kedvencei Slayer, Biohazard, Mici Mackó, tehát ez így ebben a sorrendben, Ghetto Boys és Dalencsko. Tomaraja és Mici Mackó. Hogy a gyerekek érték ítéletére kéne, ugye, és az Alma együttes, kéne bízni, mert megint mi történik? Én mondjuk teszem fel, aki nem szereti ezt a műfajt, rá fogok sütni egy bélyeget erre a tanárnőre, láttalak hörögni, akkor te már nem lehetsz jó ember, mert én egyébként szeretem, vagy nem szeretem. Nem szeretem a műfajt, akkor te rossz vagy. Rossz szerintem pedagógus. DJ Bobó károsabb. Tehát, hogy én meg ezt annak nem örülnék, mert hogy én egyébként azt, amit ő mégis csinál, játszik a rádió, és grindcore-t meg egyáltalán nem hallok. Hát, na tessék. Hogy lehet ez? Ez van, de egyébként a privát életet, hogy adott esetben mondjuk, ha a tanárnő, nyilván nem, de hogyha tanárnő kedves mondjuk felnőtt filmekben szerepelne, az már egy picit jobban zavarna, vagy uh-huh. ott már elgondolkodnék rajta, hogy mennyire jó az. Mondjuk az is egy dolog, hogy például általános iskolás gyerekek hogy jutnak hozzá olyan filmekhez, hogyha a szülő odafigyel rájuk, amikben mondjuk ezzel szembesülhetnek. De mondom, ott még elgondolkodnék. Mert az van a borítón, hogy Családi Karácsony 2002. Ja, hát igen. Gyerek betette meg. Megjött a Mikula. Na, mondjuk ha abban már valamelyik tanárnőjét is látja, akkor már ott azért komoly problémák vannak, hogyha a tanárnőt látja az apukával, otthon a privát home videón, és nem pedig ez az a karácsony, igen, a karácsony átadás. De hogy mondom, tehát, hogy mi ezzel a probléma? Semmi. Ez a magánélete, ez a magánszférája. Erről igazából szerintem nem kell beszámolni egyrészt bent a kedves tanári karnak, akik valószínűleg mondom, itt maradhattak valamelyik korábbi évszázadból. Hát ott abszolút, látták a tévében. Nyilván nem kell beszámolni róla, mert megnézték a pedagógusok is az X-faktort, vagy valaki szólt nekik, hogy az egyik kolléganő benne van.
Itt ugye megint csak is kizárólag arról van szó, hogy én magam mit tartok jónak és mit tartok rossznak. Tehát ha én azt mondom, hogy egyébként a pornó belefér, akkor se fogom kirúgni a pedagógus kollégát. Ugye? Igen, hogyha szubjektív döntés valószínűleg. Így, így tehát, hogy így történik a dolog. Aki olyan pozícióban, hogy ezt eldöntheti, ő eldönti szubjektív. Mert szerinte ez, de az, hogy már egyébként utána járja neki, hogy alapvetően mondjuk miről szól az a zene, amit ő hallott, mert ez egy művészet. Tehát, hogyha szerintem a művészi szabadságot azt meg kell hagyni a művészeknek, hogyha te így próbálod meg kifejezni az érzéseidet, gondolataidat, ezeknek ugyanúgy lett pozitív érzése. Egy rakás keresztény banda is van egyébként, aki ugyanebben a zenei műfajban mozog, az ő üzenetük semmivel sem másabb vagy jobb, vagy különben, mint amit mondjuk német Sanyi bácsitól a Híd Gyülibe. Tehát, hogy jó, picit átszaladok most a másik oldalra, jó, mert egyébként veletek vagyok, de akkor megpróbálom a másik oldalt képviselni. Ha művészetről beszélsz, akkor Tímea esetében mondhatjuk azt, hogy menjen el előadó művésznek, de ne tanítsa a gyerekeket, mert ez a fajta, mondom, egy picit átugrom a másik oldalra, mert ez a fajta éneklési mód, meg amit ez a zene képvisel, az rossz a gyerek fejlődésére. Mit mondasz erre? Mert hogy üvölt, meghörög. Mit mondasz erre? Szerintem nem. Paf. Nem, hogy csak később, az a második, az a második dolog. Érted? Hogy én szülőként azt mondom, hogy szerintem ne tanítson egy olyan ember, aki üvöltözik, aki gonosz dalokat... De az belefér, hogy mondjuk Béla bácsi tolja ugyanezt a tornateremben síppal a kezében? Hogy üvölt, hörög, és... Jó, hát a tesi órán nyilván azért... És időként gumipapucsal... Más a felhangja. Na tessék, igazad van, már is vissza tudok ugrani hozzátok ebbe a kis kaszba, ahol mi tartózkodunk közösen, hogy az a tanár azt taníthat, akinél mondjuk elcsattan a gumipapucs, vagy az, aki lelki terrorban tartja a gyerekeket, azt például nem rúgják ki, de akkor meg kirúgnak, hogyha metált hallgatsz, és esetleg úgy énekelsz. Még egyszer mondom, hogy Timi ráadásul nem is néz úgy ki, mint egy rendes metalista, tehát nincs televarva, nem lógott lánc az orrából, már belülről legalábbis egy nagy vastag, nincs semmi olyan jele, amire azt mondtad, hogy úristen, hogy néz ki, és rossz példa. Aha, én, bocsás, meg jött egy ilyen valaki, hogy már bocs, rácok, de hogy mi a baj, egy fültágítós tanárnő vette, vinnéd hozzá a gyereket? Ugye, hogy nem. De így van. Mert nem érdekel a fültágítás. Mi a baj egy fültágítós tanárnővel, vagy egy tanárnő? Semmi. Tága füle. És akkor mi van? Hát, bocsánat, de a fültágító az kb. Ugyanolyan, mint egy tetovált szemöldök, tehát, hogy akkor én nem viszem egy tetovált szemöldök tanárnőhöz. Ez diszkrimináció. Ez egyébként az, ez egyébként ugye? Tényleg az, nem tudom, hogy lehet-e menni a fogyasztóvédelemhez. Akkor legközelebb majd meg fogjuk szabni azt is, hogy a tanárnéni milyen rövid szoknyában mehet be például, vagy hogy egyébként csak gigáig begombolt blúzban mehet be nyáron, mert hogy egyébként a serdülőkoruk hajnalán lévő fiúk nehogy rákoncentráljanak és ne a tananyagra. Tehát ezek olyan fura dolgok, tehát egy ízlésbeli dolgokról beszélünk, nem hiszem, hogy ez egy ilyen kirívó történet lenne. Igen, műcicis tanárnéni mehet? Simán. Belefér? Tehát az ahhoz még én is beülök egy órára. Kérdezel, Feri, akkor beülök a gyereknek. Vagy egy olyan iskolában, ahol a gyerekeknek tiltják a sminket, és tiltják, van egy csomó ilyen hely a körmöt. Oda például, mert itt a legnagyobb baj az, szerintem, hogy rossz azok szerint, aki szerint egy fültágított tanárnő ne tanítson, hogy ő rossz példát mutat. Ugye? Igen. És azzal mondjuk nem mutatna rossz példát, hogy mondjuk ugyanez a lány nem egy hörgős death metal-al megy be, hanem mondjuk egy Britney Spears notával, és tesz mondjuk stílus helyesen egyébként néhány kihívó csípő mozgást a színpadon, akkor őt ugyanígy körülkták volna, mert hogy egyébként hogy lehet ennyire erotikus, hogy lehet ennyire az ördöggel cimboráló, és hogy lehet ennyire feslet és romlott. Vagy az a tanár, aki mondjuk az iskola után elindul hazafelé, és az utcán még a diákok előtt rágyújt, az maradhat? De dohányzó tanár elég tőle mindenki maradhat, tehát én azért olyan igazgató lennék, hogy azt csináltok, amit akartok, gyerekek. Hát, na, mondjuk, azba az iskolában nem iratnám a gyereket. Jó, igazad van. Abba én sem. Ahol én vagyok az igazgató. Jó, egy kicsi lazaság lenne. De hogy tényleg 2013-at írunk, azért... Én már 2050. Úgyhogy, ha ez igaz ez a hír, hogy őt emiatt talácsolták el, hát ezzel ott is azért el kell gondolkodnunk egy picit. Nyomniuk kéne már egy restartot, mert hogy egy jó kis frissítés nem ártana. Ez hagyban. A kategorizálás, itt valaki írja is, hogy mi van a nem szomjas tanárokkal, aki például úgy megy pontosan, be, hogy... Pontosan, az sokkal nagyobb baj, mint egy fültágító. Igen, tehát hogy ez nem baj, a dohányzó tanár nem baj, a fültágítós tanár az baj.
Én azért akadtam meg ezen az egész dolgon, és örültem, amikor hoztátok ezt a témát, aztán ezt pont te dobtad be, vagy a Laci talán, és mondtam, hogy ez tök jó, mert hogy megint mi alapján ítélünk, az alapján, hogy nekünk magunknak nem tetszik a fültágító, és az nyilván az ördögtől való rossz. Ráadásul, nem volt. Hol volt eddig? Hol volt eddig? Most előjött, mindenki meg fog halni. Bocsánat, a cunami. Annyit még mindenképpen hozzátennék, hogy ráadásul a dal előtt és utána kiderült, hogy ez a lány egy nagyon visszafogott, nagyon kultúrát, egy szolíd, csendes, nagyon szimpatikus lány. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy nem ez megy ugye az órákon, és akkor mindenki vegye elő a füzet, és akkor most kodálj! Hát nem. Egyébként én azt is élvezném. Ma, hát az zseniális. Ha meg így, akkor kérünk róla a videó. De most. Közben nézem a SMS-eket, a bejövő SMS-eket, amit Zoli idézett az előbb, azon kívül gyakorlatilag szinte mindenki egyetért ezzel a dologgal. Itt ugyanazt írják, amit én is mondtam, hogy ennyi erővel a dohányzó tanárokat is el lehet meneszteni. Az sem követendő példa, az italos tanár, tehát gyakorlatilag az ország egy része egyetért, kivéve egyébként ennek az intézménynek a vezetői, akikhez ha eljut ez a beszélgetés, akkor nagyon várunk egy SMS-t. Tök jó lenne, olyan szívesen beszélnek velük. Így van, csörögjenek. Csöröghetnek is 061-555-5500, meg itt az SMS szám 0676-45-0000. Tényleg érdekelne a dolog, hogy akkor ez elég indok-e arra, hogy az embert kirúgják. Nektek volt ilyen, neked lehetne ilyen megkülönböztetés, bár azok a körök, ahova te jársz, ott nem divat. Nem, abszolút. Nálunk nincsen diszkrimináció. Mi szabad elvűek vagyunk, liberálisok. Neked, amikor hosszú hajad volt, volt olyan a munkahelyeden, hogy na, itt van a izé, a hosszú hajú rocker. Marha érdekes egyébként, hogy nekem amiatt, hogy jelvények voltak rajtam, hogy ugye megvoltak a klasszikus diolem mobis köpeny hátára, lefelé fordított kereszt, radexel, és oda black metal felirattal, letépet újjal. De azokat ezeket szeretett, az ilyen cserélhető jeleket szeretett. Tehát amit leveszel, és utána, hogy lenni is marad. Ne, igen, mert úgy volt, akkor ha megfordítottam, akkor meg rendes kereszt volt, tudod. Ha mehettem hittan órára. A vidám vasárnapra beültél, és nekem olyan volt, hogy ugye ez egy teljesen más politikai közeg volt még, amikor én középiskolás voltam, hogy mondjuk Kossuth címert, volt egy ilyen nagyon szép zománcozott Kossuth címerem, majd valahol a tangón vettem kint, nem tudom miért, és tényleg csak azért vettem meg, mert jól nézett. Most már a buzakalászos a menő. Igen, most már ugye az ellenséges. Akkor volt a cikki a kiváló dolgozó, nem, akkor a cikki volt a kiváló dolgozó, és a Kossuth címer volt a menő, most meg pont fordító. Igen. Úgy tűnik. Fölvesz egy régi mezt, az a király. Az vagány. Húgy a kalászos. Húgy, de honnan van ilyen? Akkor felvettem, hogy SSSR, akkor a haverjén megröptek. Igen. Most meg az a vagány. Most meg az a vagány. Úgyhogy akkor azt például levetették vele. De zenekari kitűzőket, vagy feliratokat, vagy ilyesmi, inkább csak ilyen, hogy hívják volt, és imádták ezeket. Ugye felraktam egy keresztbe egy láncot, és volt, emlékeztek, az a strasszemű ilyen koponya kulcstartó, biztos emlékeztek. Persze, rá. Hogy ilyen izé volt strassz kifeszítve, hogyha két lánc keresztbe, rá, ahogy hívják, rá a hátamra, két izével, ilyen Schuster hátul elhagylítható, ilyen Schuster szegeccsel, így, és természetesen az összes csöves mindig rángatta a hátamon, tudod, Jani, mi ez, véci lehúzó? De hogy ezért például nem szólt senki. Ez nem érdekelte őket. A politikai vonatkozás az meg nagyon. Nálunk a fülbevalót kivetették. Tehát az volt, hogy fülbevallott, Zana vegye ki, meg a Máriási, jó? Köszönjük szépen. De egyébként meg nem. Tehát ha kivetted, akkor már oké volt. Hát igen. Utána meg kivetett, és visszatettük. Na, egy ellenvélemény. Ha a gyereked úgy jön haza, hogy ő is akar fültágítót, meg piercinget az arcába, mert a tanárnőnek vagány, arra mit mondasz? Tessék? Mennyi a Big Daddyhez? Az megcsinálja ingyen. Ja, igen, ez jó vagyok. Nem, de nem mindenkinek. Csak én. Szerintem egyébként a gyerek fönt az interneten, vagy akár a televízióból százszor ennyi ilyen jellegű tartalmat, és még durvábbakat láthat. Van, akkor minden filmet be kell tiltani, meg ez egy butaság. Hát ez más világban már, gyerekek. Tényleg 2013, ahogy a János mondta. Sziasztok, én láttam a műsort, viszont nem láttam a fültágítót. Teljesen normális, kedves, aranyos volt a csaj. Puszi. Üljél közelebb. De rendes vagy, mert rá volt fésülve biztos a haja. Nyilván egyébként így megy. Szemére? Jaj, a lányra. Nem a nézőnek a fellézőnek. Nem láttam semmit. Néztem. Jó, várjuk továbbra is a hozzászólásokat ehhez, tehát hogy megengedhető e szerintetek az, hogy egy tanár így nézen ki, ilyen zenét szeressen, befolyásolja ez a gyerek értelmi fejlődését. Jött egy ilyen, tök aranyos volt ez a csaj, még a pici nyusziát is megmutatta a bevezető filmben, de kár, hogy azt nem láttam, a pici nyusziát.
Na minden. Na, azt azért már kikérem. Igen. Na, azt. Na így, így már tényleg ne tanítson. Illetve, hogyha az említett intézmény vezetői, akik ezt a döntést meghozták, hallgatnak bennünket, vagy valaki, aki ismeri őket, akkor szóljon nekik, várjuk. Mondjuk ugye, nyilván, hogy majd egy olyan SMS, hogy persze a pici nyuszit már rég feláldozták valami fekete misén. Fél tíz van, pontosan jövünk vissza. Ez itt a Morning Show. 7 perc múlva lesz 3:40 ebben a rövid időszakban, aki sípol, gangsta Zoli. Sipista. Halkíts már lejjebb a fülesét, Zsül, egy picit, jó? Így még jó? Nyugodtan. Az a hét szerkesztő. Nem, hogy még jó, bőven. Hát azért, mert az megsüketítő módon van fölhangosítva. Még néhány... De nem tudom, nem én kértem, hát halló. Jó, 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 csak mondtam, hogy nagyon hangos, azért vegyük vissza, ne rángatózzál itt. Elvasz, Juki, Juki. Elvonásomban. Ne veszünk össze a végére. Még néhány SMS a kirúgott X-faktoros hörgő énekesnővel kapcsolatban, aki ugye pedagógus egyébként, szolfés tanár, és a munkahelyén azt gondolták, hogy nem szép dolog, hogy ő így néz ki, és hogy szerepelt ebben a műsorban. Mivel az érintettek közül senkivel nem tudtunk beszélni, sem a tanárnővel, sem pedig azokkal, akik elviekben kirúgták, ezért a feltételes módot azt továbbra is használjuk, hogy ha így történt, ha így. Meg ha kirúgták. Ha, így van. Aha, igen. Sziasztok, a fültágító nem egy követendő példa, hanem egy viselet. Az utca meg tele van piercingesekkel, akkor az utcára se engedjük ki a gyerekeket. Üdv nektek, Böndő, egy három lányos apuka. Na? Teljesen kapjuk jó. El az igazgatót, felrúgom és popszegecselővel megdíszítem. Kicsit radikális nézet, igen. De szeretlek. Hello, nekem volt olyan szakrajz tanárnőm, aki óra elején bejött szefrésen, ezt érezni is lehetett, elesett. Ide jó. Felkelt, figyelj, majd szabad kézzel rajzolt olyan metszetet a tábrára, amit szünetben lemértünk, és nem volt benne hiba. Olyan egyenest húzott, szintén szabad kézzel, hogy ahhoz állítottuk be a vonalzóinkat, zsandár. Hát ez évek meg a rutin. Ugye? Az tehát oda annak már mindegy volt. Tanítóképzőt végeztem orrpiercinggel, a gyerekek imádták, a tanáraink kevésbé, de csak egy vetette ki velem. A gyerekekkel pedig simán megbeszéltem, hogy majd ha annyi idősek lesznek, mint én, akkor nekik is lehet. Ennyi. Ez a követendő. Plusz megint egy olyan dolog, amit a szülőnek kéne tudni kezelni otthon, hogy oké, hogy a tanárbácsi, tanárnéni így néz ki, neked még nem lehet, vagy nem kell. Majd ha nagy leszel, akkor eldöntheted, hogy rakadsz-e. Tehát most Zoé hazamenni, hogy apa varatnék valamit. De ilyen azt problémálom nincsen, ő annyira tisztában van vele, hogy majd, és ő neki nem kell, apám nagyon jól néz ki, de nekem nem kell. És ő neki ez a teljesen normális, az a furcsa, hogyha jön egy olyan apuka, aki meg öltön nyakkend, és de furcsa bácsi ez. Mondjuk, hogy onnan pedig ezek vannak többen nehéz. Oda menne hozzád valamelyik reggel, és azt mondja, hogy apa, mondja, Zoé kicsim, apa, ha szeretsz, leveteted a tetkóidat. Azért fájdalmas nyomozás lesz. Azért a sarokba küldés lenne keményen. Kicsit piros leszek. 4 perccel múlt el, 3:40, Zoltán kérem. Nem sipolok. Köszönjük. Hoppá, ez neked szól a nem sipolásért. Látod, itt olcsó, a végére. Olcsó taps. Olcsó, de fontos. Így van. A végére csak megtanultad felvenni a fejhallgatót. Hurrá, köszönjük. Az utolsó 3 perc, vagy 7. Mi lesz a hétvégén? Te futni mész kutyával? Hát igen, elindulok. Elindulok, és az első kanyarban lemaradunk. De hát kimegyünk, egy tök jó pofa dolog, és Szabó Zsófi kutyájával összeismerkedett az enyém, a Leonka, aki egy argentin dog, és nem pici. Igen, és a Szabó, Zsófi kutya... ez egy vipet, az egy törpe agár, az nem túl gyors. Ezt tudni kell, hogy mikor össze találkoztak, múltkor volt egy ilyen, hát ilyen előmelegítés, edzésszerű valami, semmit, kimentünk a szigetre, kicsi sétáltunkat, összeverkodtak a kutyák. A vipet meglátta, rögtön 8-szor körbe szaladt a Leonkát, az attól elfáradt, hogy nézte, körbe, így megpróbált egyszer utána menni, majd lefeküdt, ivott egy kicsit, majd így úgy nézte, az a megvetés, tehát így feküdt, és nézte, hogy hova rohangál, ez mit csinál. Csak néha fölállt, hogy most akkor játszunk, a másik mondta, hogy megint elszaladt. És mondta, na jó, ezt, ne hagyjuk ezt. Úgyhogy Leonkával mi hátul, mi majd gyors gyaloglunk. De ez ugyanúgy van. Mi leghátul sietünk. Tehát amilyen a kutya, olyan a gazdája. Nem neki rohansz az ajtónak, hogy neki sietsz. Tehát amilyen a kutya, olyan a gazdája, tehát Szabó Zsófi így fog futni, te meg valószínűleg ezek szerint igen. Mi egy ilyen nagyon kellemes tempót fölveszünk, magunknak kényelmeset. Aha, kicsit megálltunk. Kicsit megálltunk, iszunk egy sört valahol, mert ezen a hétvégén nincs buli, tehát tulajdonképpen nem lesz az a fajta alkoholbevitel, mint szokásosan, és akkor ezt nyugodtan megengedhetünk egy 2-3 sört magunknak. És miért futtok? Ez jótékonyság, vagy csak ilyen kutyás futás? Ez ilyen kutyás futás, kutyás program, tök jó, meg kimentek sétálni, akkor viszem Doncikát is, az a szuka kutyám, és akkor mindannyian sétálunk egy nagyot,
mivel mondottam volt, hogy pénteken este nincs buli, ezért aztán nem leszünk úgy, hogy hempergősre, nem a kifutóról jövök egyenesen, és akkor itt frissen föl tudunk kelni, kimegyünk, és egészen jól leszünk, és akkor jól fogjuk érezni magunkat, kutyák örülnek, Margit sziget egy nagyon jó kis hely, úgyhogy szerintem teljesen. De nem maradj le majd a többiektől, hogy valaki elkezd ilyen sikoltozni. Szatír az argentinokkal! Most kettőt is fogtak, hallottam. Te leszel a harmadik. Ez milyen? Vagy Leonka. Megmutatja a rúst. Valószínűleg most az is kiment szatírkodni, aki életében nem szatírkodott. Hogy most komolyan. Hogy most kettőt egyszer csak el tudtunk fogni. Tehát hogy ment? Mentek a rendőrei. Nagy kabát van rajta, kapjátok el! És a lódenes leteperni. Nem, ott az egyiknek fájt a másik népszerűsége. Biztos, hogy ez lehet, hogy rohadjon meg erről. Róla szólt egy hétig a sajtó. Mindenki írt, akkor kimegyek én is, és mutatok valami nagyobbat. És egyébként pedig a Népligetben szatírkodik, de most erre áthelyezte. Igen, most itt szolgált. Hogy meglegyen a dolog, na mindegy, kettő is megvan, ez a lényeg, úgyhogy lehet megint futni. Úgyhogy most itt jövünk harmadikként a Leonkával, sőt, ketten leszünk mi is. Igen, aki szebb a szemmel látható, az a Zoli. Igen. És Leonka, aki igen. Pedig nem, az Szabó Zsófi és Gyémánt. Tényleg Gyémánt, hogy vipet, igen, Gyémánt. Leon és Gyémánt. És Zsófi jól fut? Jó, Zsófi jól fut, szépen lobog. Igen. A haja. Igen, természetesen mire gondolsz? Senki nem akar előtte futni. Nem. Menjél csak, én már nem bírom úgy ezt a tempót. Igen. Csabi, hello! Szevasztok, én is voltam ma futni. Tényleg? A kutyámat nem és miért nem látszik? De fogyott. Látszik, hogy nagyon jó. Ha nem futnék, az is látszana. Így van. Nekem is van kutyám, 16 éves lesz jövő nyáron, tehát most az 15. Matuzsálem. Nagyon öreg, egy uszkár, és tegnap találkozott egy fiatalabb uszkárral, és ugyanez volt. Hogy nézte, és lógó nyelve figyelte, hogy a másik uszkár rohan. Miért fut ennyit? Igen. És az meg hívta, hogy na gyere, kergess meg. És mondta, nem. De Leon az nem olyan öreg, ő csak kényelmes. Tehát ő egy fiatal, és megfontoltabb ő okos személyiség. Okos kutya. Így van, okos. Ahogy mondod. Nem, hova van az? Okos. Így, olyan, mint a Ferenc. Nem ennyi. Szeret kapkodni. Hát most minek? Megvan autót, beülsz arrébb nézni. Leonnak nincs, de van sofőrje. De van sofőr. Így, ahogy mondod. A naphallgatóját hívjuk föl, amennyiben úgy veszi fel a telefont, hogy morning show, akkor jár az ajándékcsomag. És már lesz a reklámblokkot, Zsül, hát ha van valami plusz ajándék is. Megnézzük, de közben a telefonhívást. Gratulálok, ügyes vagy, ugye a szomszédos sztorival kapcsolatosan írtál egy SMS-t, az én szomszédom olyan, mint a focilabda, minden reggel a kapuba van berúgva. Az egy csodálatos ember lehet. Üdvözlök, és adj neki egy puszit a nevembe. És figyelj, ti is olyanok vagytok, Robi, mint a Zoli fiatal korában, a házi néni, aki szépen fölköltek, és Zolika most már menjen be, megfázik. Igen, csokolom. Tetszik köhögni. Igen, csak még nyár van, jó idő van még, ugye még nincs baj az embernek ilyenkor. Így van, ilyenkor lehet kint aludni. Robi, gratulálunk, megvan az ajándékcsomag, úgyhogy ezt küldjük neked, jó? Jó, köszönöm szépen. Szia. Csabi, valami zenét ajánlj kérlek szépen a hallgatóknak a kívánság műsorban. Azt a zenét szeretném ajánlani, ami a Zolinak a pólóján van. Kérdeztétek tőle, hogy melyik a legsikeresebb időszaka. Nekem egyébként... A Döglégy for President. Az volt a kedvencem. Igen, mert hát ez egy kicsit ilyen metal behatás. Egyébként most nagyon metalre van. Gyere egy koncertre, és már meglátod, hogy mi a magyarok istene. Végre jók vagytok? Szerencsét, de hülye. Én de szép riposzt volt, olyan úrias. Tudod, mi már régóta ismerjük egymást. Megengedheti magának. A Van Republic újdonságát ajánlom, aki korábban ilyen kicsit lágyabb zenékkel jöttek, meg ilyen lassabbakkal, most azonban van egy ilyen gyors és vidám slágerük. Aha. A újdonság Counting Stars. Az úgy várom, mint a messiást. Majd nem feltétlenül neked, de az összes többi hallgatónak nagyon ajánlom. Akinek van ízlése, tudod. Te persze. Hát 061-555-5500, ez a telefonszám, itt tudjátok a Csabit hívni. Zoli, köszönjük szépen. Szerintem jó voltál. Hey! Legközelebb is hívunk, jó? Ha köszönöm lesz, hogy zene behozod, megmutatod, jó. Örülünk. Akkor holnap jövök is. Tibit kihúzom. A Tibivel. Egyetember 5 perc múlva lesz 10 óra. Holnap megint lesz egy vendégünk, akiről szintén nem szólunk semmit, majd csak reggel derül ki. És kasza ked, de nem ő lesz egész nap, ő csak 9 óra után jön. Nyugodtattok. Szevasztok. Sziasztok. Csokolom.